budapesti stúdióból a rádió egy összes frekvenciáján élőben a Magyar Rádiózás udvari balandjai. A dédetetni valóan bűbájos, óriás bébi Vadon János. A Velencei tóhoz száműzött Mikes Kelemen, Rákóczi Feri. A bioritmusát a hallgatókért minden reggel keresztre feszítő Sebestyén Balázs. Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Hat óra után 8 perccel, köszönöm szépen. Óriási. Csodás, te már úgy kinél. Csak... hogy akarnék megérni valakit ezt? Kedvet csinál a napban. Megláttam, nem nekem hozták, és örültem. Végre nem kapok ne, hajcsit. A szív, amiben van, nem van, az a lényeg. Nem az, hogy... Hallgató. Hozta. Hát, egy tündér. Hallgató hozta. Perec régen ilyeneket küldött, és erről beszéltünk le, hogy ne küldje ezeket. Inkább ne. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jó reggelt mindenkinek, igen. Éppen kiraktam az asztalra egy prémium minőségű granulát, ha mondom, eszek belőle egy tálam, mondom, olyan jól néz ki, és aztán befele jöhet meg, láttam. Tőlünk ezt rendelted? A... Tessék? Tőlünk rendelted? Ja, van sok okotok. Jó van. És megláttam ezt, és arra gondoltam, hogy bezzeg, nekem nem ad senki reggel ilyet. Téged már nem szeret senki. És hogy szerencsés az ember vagy. Ez a klasszik régi sajtos rúd, a nagy, a széles, a hosszú, igen, leveles, igen, tésztából. És hát szerintem ez akkor jó, amikor kiveszik a kemencéből, vagy a sütőből, abban a pillanatban így melegen, akármi, és így, de ez nem meg a... Meg mikrózzam. Igen. Ne, igen, tetézd csak. Na, mi újság van? Minden oké, okay, mindenkivel? Hát nagyszerű. A gondoskodásnak örüljél legalább, csak egy mondatra visszakanyagolom. De nagyon aranyos, Viki, nem magával ezzel a péksütemény típussal van bajom, igen, igazából. Tehát nem, én nem eszem. Félévesség elkerülése véget. Itt a gesztus az nagyon szép, meg nagyon kedves, és szerintem tök jól esik neked is, meg én is abszolút értem, hogy csak ez a péksütemény típus. Ez egy péksüteményipari melléktermék, igen, szerintem. Tehát, hogy tele van E-betűvel... Friss, finom. Hogy igazából én ízre se rossz. Hogy így érzel egy kontrasztot. Ahhoz képest, amit te képviselsz, így mondjuk az emeltes kapcsán. Igen. Elviszik. Nem jó nektek semmi nekem... állátlan dögök, mondjad nekik. De imádom az arcát. Nekem van zapkásám. Csak ne csináld meg, zapkásám, mert az múltos. Ami növényi is. És természetesen onnan van, ahonnan kell lennie. Így is van. Az ember tudjon válogatni. Két nagyszerű sportsikernek örülünk, te ne figyelj, mert egyik se érdekel téged. Na, de a magyar siker azért magyar érdekel. Magyar siker, a nagy fiú kézilabdában Izlandot lenyomták. Gratulálunk. És úgy, hogy az első fél időben még, hát, hogy is mondjam, rezgett a léc, aztán Izland bekajált a saját magát, elhitték, hogy... Nem, majd közben még... Na, majd ezt mondjuk végig, ez az új kör. Visszatér a lényeg, hogy... Mi az? Proteinkása. Az jó. De finom. Az nagyon fincsi. Fincsi. Ez az saját? Jó. Ez is vagy? Ez kókuszos csokoládés, proteinkása, barna rizs fehérje. Az rendben van. Menő. Szóval nyertek ezt a kézisek. Ezt megcsinálod? Nem, a másik típus teszem. A másik, jó, gondoltam, hogy ez se az, ami. A lényeg, hogy középdöntősök vagyunk, és még mehetünk az olimpiára. Tehát így benne van az esély. Az olimpia tét, és hát ugye szövetségi kapitányunk is elmondta, hogy így mondom már sikereknél, ugye szerintem teljesen jogos a több eszem, tehát a miénk, érted? Tehát, hogy Ha már önmagában az, hogy csoportjuk körből tovább jutottunk, már az egy kisebb fajta csoda, mert hogy ez egy ilyen alakuló félben lévő fiatal magyar válogatott, és a kapitány is azt mondta, hogy hát azért nagy dolog lenne, hogyha tovább jutnánk, és ez összejött csoport elsőként, ahogy Feri is mondta, tehát hogy ez egy nagyon nagy dolog, és hát az olimpia. Az ahogy kijutunk az olimpiára. Hát, így van. Jó, most még egyelőre, igen, persze. És nem úgy van esélyünk, mint tudod, a labdarúgó válogatottnak, hogy még matematikailag, igen, van, hanem ez azért ennél egyen komolyabb. Igen, de azért még négyen előttünk állnak, okay, tehát okay, hogy ezeket azért le kell még nyomni, és Norvégiával kezdünk, tehát hogy azért, na. Nem lesz könnyű, mindegy, de ideig lehet, hogy helyreáll a világ rendje, de reméljük, hogy nem. És innentől egyenes kiesés? Négy meccsünk van hátra, tehát hogy... Attól bukhatsz el, ugye, hogy az olimpiai kvótát megszerezd, de nyilván lehetsz első, második, harmadik, negyedik. De nagyon nagy dolog, nagyon nagy dolog. Ez egy nagyon fiatal magyar válogatott, tehát ezt elmondták, hogy ez az EB, ez egy elsősorban egy ilyen tapasztalatszerzésre való EB, tehát hogy itt nagy csodákat ezektől a srácoktól ne várjanak még, mert inkább a jövő az övék, mint a jelen, de hát ehhez képest a jelen is.
Úgyhogy ez jó. A másik meg a női vízilabda, gondolom. Úgy is van, hát az orosz. Ú, basszus. Tudjuk, oké, azért mondtam, hogy addig edd meg a sajtos urat, áztass be a különböző bio poraidat. Ha életemben láttam 2 perc női vízilabdásokat, nem baj, de nem is kell neked nézni, a nagy mumust nyomtuk víz alá tegnap, csak egyel is az oroszokat. Ugye az orosz női vízilabda válogatottat egy. Ez mit jelent? Ha semmit, azt jelenti, hogy nem nagyon szoktuk őket megverni. Igen, az utóbbi 4 meccsből nem sikerült egyszer sem. Igen, előtte talán volt. De most hol vagyunk ezzel? Tehát lenyomtuk őket? Megmondom neked egészen pontosan, hogy hol vagyunk ezzel. A csoportkörben még egy görög van, és akkor utána ott megyünk. Van ugye, még, ott van még. Itt az igazán izgalmas meccsek, azok még hátra vannak. Most egyébként egy izgalmas meccs jön majd, ugye a férfiaknál, mert hogy Spanyolország ellen fogunk játszani, és ugye Törökországgal kezdtünk, visszavágtunk megint Mohácsért, de hát a török vízilabda az ugye... Nem erős. Igen, na. Nem annyira igen, erős, mint az Oszmán Birodalom volt annak idején. Úgyhogy ott mennyi? 15-tel? Hát igen, ilyen 15-ösöket. Na hát ez mutatta, hogy az erőviszonyokat. De azért ez egy szép dolog mindenképpen. Mindenképpen, bármit is játszanak, ez egy nagyon szép dolog. Gratulálom neki is. Vannak a jegyeink a negyed döntőre, szereztem! Na, tényleg? Igen, mert ott én érzem, hogy ott leszünk, mi magyarok, tehát hogy így a csoportból mi ott tovább jutunk, úgyhogy jövő héten szerdán viszem a kölyköket. Igen. Már mondtam nekik, mert... És a lányok meccsére is érdemes kimenni. Hát érdemes, hogyha még tudsz jegyet szerezni. Mondjuk tegnap, igen, tudom, mit akarsz mondani, elmondhatjuk nyugodtan, igen. Alig voltak a Duna arénában. Ennek nyilván annak is az egyik oka az, hogy közben nézted a Magyar-Izland kézilabdát, és akkor ezért nem mentél ki. Abba igaza van Balázsnak, fie, nem tudok szépíteni benne, ez a sport csak bennünket érdekel, meg még 3 nemzetet. Uh-huh. Ennyi, okay. De nem baj, hát igen. Ha magyarok játszanak, drukkoljunk be, hogy ezért ez egy klassz dolog, hát ha... Egyszer, mint tudom, odaérünk valahova. Sosem tudom, hogy a vízilabda odaérte bármikor, bárhol, de hát a trukkolom. Hogy fenében ne ért volna oda? Tehát, Európa bajnoki címek, világbajnoki címek, tehát, hogy itt azért nagyon komoly, tényleg? Nagyon komoly dolgok na. Vannak. Már na. A sorban. Azt sem tudom, hányan vannak egyszer a vízben. Na mindegy, ezt hagyjuk. Tényleg, tehát, hogy semmit. Nem is kell. Ezek, van egy ráúszás, ami tök izgi. Amikor oda mennek a... Oda mennek a srácok, csak keres a helyrevédő. Úgyhogy, de a hétvége viszont azoknak, akik nagyon szeretik a kevert harcművészeteket, nyilván akkor így egyedül vagyok, nem, mert Balázs is szerintem azért szeretgeti. Egy nagyon nagy UFC gála közeleg, mert hogy 18-án rendezik meg a Conor McGregor. Na, visszajön a kedvencem. Így van, visszajön, és ráadásul egy kicsit magasabb súlycsoportban, mert hogy 77 kilóban méretteti meg magát az ember, ez eddig ugye yes, 70 kiló, de igen, csak majd egy... Mondd már el nekem, hogy ez úgy van, hogy óvatosan meghíztam egyel följebb nem. Megyek. Nem, vagy nem, az a durva, hogy itt ez az óvatosan meghízás helyett itt vízumtömegeket építenek magukra, és ráadásul úgy, hogy közben meg sem tehát a gyorsaságunk nem szabad megkopni elsősorban ez a szempont. Mert nyilván az erejük az növekedni fog, de hát a gyorsaságra meg az állóképességre is ugyanoda kell figyelni, mert azért itt egy nagyon-nagyon komoly meccsről van szó, nem címmérkőzés, viszont nagyon-nagyon várja mindenki, mert gyakorlatilag két legenda találkozik egymással, ráadásul az egyik közülük, nem mint hogy ez bármit is jelentene, de az én egyik személyes kedvencem a Cowboy. Ő az egyik legidősebb UFC versenyző, róla azt kell tudni, hogy évente akár 4-szer is meccsel, ami és egyébként egy nagyon-nagyon soknak számít. Amúgy tehát, hogy ezek elverik egymást, tehát az kemény. Csoda, hogy ki jössze. Nagyon-nagyon soknak számít, és nem mond senkire nemet, tehát nincsen olyan ember, akinek azt mondja, jaj, kicsit meghúztam itt, jaj, kicsit fájott. A csávó elképesztően jó arc, nagyon-nagyon népszerű a UFC berkeken belül. És hogy én miért szeretem a Conort, egyrészt azért, mert ez az egyetlen ember, akit ismerek ebből az egész dologból. A viszkije miatt? Azt is nagyon szeretem, edzést csinált, nagy terem, nagy fények. Bármilyen lemezt betehetett volna, bármilyen átlagos rádióadót betehetett volna, ő hozott ott magának Ibizáról egy DJ-t. Nagyon na, és hát ez... Ugye? Hát ez élni tudni kell. Ez a showbiz. Pendrive-olom Dance Monkey-t is. Pontosan ugyanazokat az eléket játszotta a csávó. Ott állt érted az edzőterem oldalába, beszerelt pulttal az emberünk, tekerte a gombokat. Ő zenélt? Vagy a DJ zenélt? Egy DJ zenélt. Ő meg edzett? Egy DJ zenélt, ő meg edzett, ugye a szokásos dolgokat. Óriási nagyon jó. Most úgy tűnik egyébként, mint hogy egy picit komolyabban venni a sztorit, mert meg komolyabban is kell venni egyébként, mert a Cowboy azért nagyon komoly. Csávó, tehát, hogy nagyon-nagyon sok rekord fűződik a nevéhez. Fogadjunk már egyet! Te úgyis cowboyos vagy, én. Na!
Dobjunk fel egy játékpénzt. Jó, mennyi legyen? Mondd meg te. Nem, mondd meg te. Én a tízeseket szeretem. Ajrá. Ó. Benne vagyok, tartom. Jó, de jó. Végre, az első fogadásunkban. Kikéretet. Én a Cowboyra. Hát persze, én meg a McGregorra. Az első fogadásunk. Te, ennyi év után. És éjszaka lesz, vagy hajnalban? Hát hajnalban. Hajnalban, igen. 18-ról 19-ére virradó hajnalban. Ennek megmondom, hogy szerintem picit örülök. Ja, hogy nem kell fönnmaradni. Igen, persze, nem élőholtként fogok bejönni majd hét. Ja, mert hogy fönnmaradsz? Persze, hát mindenképpen megnézem élőben. Ilyen kettőkor fölkelsz, hogy beállít az órát, vagy lesen fekszem. Mindenképpen. Nem fekszem, nem mindenképpen meg fogom nézni, mert ez tipikusul olyan, hogy ez reggel szembe fog jönni minden portálon. És marhára nem szeretnék aztán úgy leülni, hogy már tudom a végeredményt. Nem, ezt élőben kell megnézni. Mit szóltok hozzá, hogy átadták a bádokkaránt, vagy bezárták a reptéri bádokkaránt végre? Nem kell többet marhavagonban utaznunk, és hát hogy is mondjam, csak szakadó esőben vándorolni le a lépcsőn, úgy, hogy bever a víz, hidegbe, melegbe, konténerbe állni. A pályakarbantartóknak, hogy ott tároljak a munkagépeiket, amire kb. Való. Hát legalább most már jó lesz a funkciójának megfelelő. De tényleg komolyan, szóval, hogy azért így... Hogy igen, Európa ma szinte összes repterén sikerült azt megoldani, hogy a fapados járatok ugyanonnan indulnak, ahol a többi. Max annyi, hogy nem csörre áll, hanem lesétálsz és busszal visznek ki, de a váróterem az ugyanaz, mint egyébként a rendes áru, tehát nem fapados légi járat. Oké, ez nálunk... Ez egyszerűen borzasztó volt, annyira megalázó volt. Ez érted? Hogy mi nem, ez a Feri egy airportnak a szarrágása, hogy ne kell költeni a bővítésre. De hál' Isten kormányzati nyomásra, és most ezzel nagyon egyet kell, hogy értsek. Elkezdték őket cseszegetni, hogy na, szóval azért biztosítsanak már tényleg normális körülményeket. Tehát az, hogy évi hány milliárdot vesznek ki a reptérből, az tök jó. De gyakorlatilag fordítsák már úgy, hogy azért ennek a fejlesztésére, és nyilván fejlesztenek meg mindent. De ez a fajta utas mennyiség, ez már ne várjon azért ott. Konténerekben hányszor álltunk ott gyerekkel, emlékszel felnőtte? Emlékszel az önmetsző csavarral fölcsavarozott célállomás. Amit ha rosszul tettek föl, akkor mindenki vándorolt, és ha késett a géped, akkor 40 percet álltál hidegben, melegben, ott várva a Bádogvárosban, hogy végre felszállhassál. Bádogváros. Tényleg nonsens volt. Úgyhogy úgy örültem neki, minden ilyennek, ami kicsit jobbá teszi. Hát most már az tömegközlekedés, szóval ez nem egy luxus, nem? 10-15 ezer forintért veszel egy repülőt, szóval ez most már azért messze, inkább a tömegközlekedéshez hasonlít, de azt gondolom, ez nagyon helyes, és ilyenkor kell a presszió, hogy igen, vagy megcsináljátok, vagy. Szóval ezt ne élj át évente nem tudom hány millió magyar, mert ez sehol nem érne. Meg a külföldi sem. Ha úgy örültem. Hát szerinted hányan röhögtek? Méltatlan, rajta, persze. Igen, hány külföldi utas mondta azt, mert mikor bejöttél, még nem volt gond, ugye, befelé, akkor rögtön a főépületbe vittek busszal, de amikor elindultam hát ott is hazafelé, sétáltál ezen a Bádog folyosón, a folyosóra beteltek. Nem. Ha megérkeztél, akkor leszállt a gép, a vizer vagy az akármelyik fapados, felszálltál a buszra, és az a bejárati ajtóhoz. Dehogy nem, érkezéskor nem menték keresztül a Bádogon. Nem a Bádogon nem menték keresztül, leszálltál általában, és azon a hosszú folyosó, aminek szintén Bádog teteje volt, úgyhogy jöttek veled szembe, akik mentek a Bádogvárosba, te egy mellette lévő folyosón ugyanúgy mentél. Engem mindig behoztak busszal. Soha nem hoztak papaddal busszal. Ugyanúgy a Bádogváros mellett volt egy hosszú folyosó, egy olyan folyosó, aminek nyitott az oldala, igen, pala tudom, a teteje, tudom. És elmentél úgy, hogy a korlát másik oldalán a szembe jövő csávok megmentek éppen a Bádogvárosba, vagy ők pedig kanyarodtak le a Bádogvárosba, és ugyanúgy fölcaplattál, vagy tehát te már nem mentél föl lépcsőn, hanem neked alul megoldották, megállították a forgalmat, és bementél az ajtón. De ugyanúgy abba a konténer részbe mentél, csak nem abba a hangárszerűbe, ahol álltál a beszállásra, hanem egy folyosón, aminek Bádog volt a tete, és két oldalról nyitva volt, és vert be a víz. És ha messze tettek le, akkor rohadt sokat sétáltál. Busz vagy folyosóról szálltál, vagy sétáltál. Busszal nem hoztak fapaddal. Abba biztos, az kevered. Mondjuk én félek a repülőn, biztos ittam. Attól függ, hol állt a repülő, de általában lépcső le, át a kifutón, és be a fedett részbe, ami csak fölül volt fedett, és mentél 100 métereken keresztül, hoztad a cuccadat, mentél, és a végén át a zebrán, és be az ajtón. Így jöttél meg. Kifele meg lementél a lépcsőn, és be a Bádogvárosba. Én mindig arra emlékszem, hogy kifelé, oké, Bádogvárosoztunk, de befelé nekem busz volt, és akkor behoztak ajtón mellett. Lehet, hogy valami VIP-es airport boot szervíz, érted valami. Azért volt, hogy felismerjegyedül vagyok. Felismertek. Azt hitték, hogy bőrön vagy, mi mit. Ezt szépen beszél magyarul. Sétáltál, sokat sétáltál. Rohadt sokat kellett sétálni.
Na, a lényeg, hogy megszűnt ez a dolog. A lényeg, hogy megszűnt. Istennek. A lényeg, hogy megszűnt, és ez egy tök jó dolog, mert ez tényleg annyira méltatlan volt. Ezért... Jövünk Európa, jövünk! Azt mondja, egy ideje már busszal hoznak be. Na, akkor te már akkor most jöttél frissen, most régen utaztam fapaddal, egy-két éve talán nem, de hogy egy ideje busszal jössz be. Úgyhogy ez van. Jövünk Európa. Egyébként igen. Futunk, szaladunk. Engem. Futunk, most már tudunk rendesen indulni. De ez mindenképpen jó hír volt azért. Tehát ez mindenképpen egyfajta megkönnyítése azért az utazásnak. Konora nem érdemes fogadnotok, mert nagyon revés, kevés rá a kurz. Valahogy az emberek alábecsülik a cowboy. Igen, csak mi egymással fogadunk. Hát igen, csak mi egymással fogadhatunk. Én nem nézem ezeket. Az... Nekem ugye nincs is közöm ehhez a sporthoz. Mondom, ez az egyetlen név, amit így valahogy megjegyeztem. A nagy képűsége miatt rögtön szimpatikus lett. A Jani ismeri őket, és jó tudja az egész sportágat. Én egy picit így mindig el is mondom, hogy nekem olyan furi, de aztán mi erről adáson kívül Janival sokat beszéltünk, hogy nekem olyan furi, hogy oda megy két ember, bemegy egy ilyen ketrecbe, és gyakorlatilag rommá veri egymást. Akik viszont kevés kivétele elképesztő módon tisztelik a másikat, mert tudják nagyon jól, hogy mi kell ahhoz, hogy idáig eljussál. Nem egy, hanem legalább minimum három sportágban kell abszolút a toppon lenned. Igen, csak múltkor megnéztem például, amit javasoltál, hogy hogyan toljuk föl harcos társunk orrát a saját agyába, amit érdünk el. És a Jani mondta, hogy ez mekkora sportteljesítmény, és mondom, hogy tényleg az tulajdonképpen az, hogy te föl tudsz úgy ugrani, hogy a mérkőzés 5. másodpercében azzal, hogy mondom, az orrát betolod a csávónak a homlokába, azzal nyersz, ugyanakkor meg megszólal bennem az emberbarát, hogy basszus, azért hát mégse üljünk már meg kollégákat, érted? És az a legjobb az egész, hogy tényleg a csávó, akinek egyébként meg eltűnt az óra, az meg utána oda is jó voltál. Annyira tuti. És utána ők barátkoznak. És ők barátkoznak, és minden oké. Okay. Minden oké. Okay. Harcosok. Úgyhogy én nehezebben tudok azonosulni ezzel a sporttal, de majd most beleásom magam, és egy 10-essel gazdkap lesz. Meglátjuk, hát elolvassuk majd. Meglátjuk. Figyeljetek, ha valaki esetleg tudja, hogy mi történt, ez teljesen más téma, most egy nagyot fogok ugrani, de tegnap leszálltam március 15-én téren az Erzsébet hídon, és le is fotóztam, pedig én nem szoktam ilyeneket fotózni, a korláton van egy akkora luk kifele a rakpart irányába, ott valami nagyon durva dolognak kellett történni. Én nekem ez teljesen kívül, írja már meg valaki. Sávelválasztó korlát? Nem, a rendesen a hídnak a korlátja. Mint komolyan, mint akiből egy kis alien kirobbant, úgy néz ki, a rakpart irányába így kifelé, legalább egy ilyen, hát mit mondjak neked, egy ilyen másfél méteres szélességben. Annyira durván néz ki, hogy felugrott egy harcsa. Ja, igen. És akkor a másik oldalról ugrott föl, mert kifelé van kifelé a rakpart irányába van. Nagyon durván néz ki. Egy kráter? A korláton át vannak szakadva a korlátta elemei. Hát azt gondolom, hogy autó kinyomta valószínűleg. Ez nagyon durván azt néz ki. Nagyon durván néz ki. Mi van, fölteszel egy olyan posztot, amit aztán felnyom egy újság a Facebooknál, és akkor a Facebook meg letiltja? Ha nem írtad oda, hogy nem használtak kép, igen, akkor sajnos semmi. Nem érdekel, hogy az újság lenyúlta, hanem most az van, hogy a fénykép tartalma kiméletlen vagy érzéketlen lehet, ez van a Facebookomon. Tényleg? Igen. Miért mi van rajta? A kettőkört sajtos rudat? Nem, egy sima ilyen mém volt a királynőről, hogy amikor így méregeti Megánt, és akkor az van, hogy mit tudom. És ezt leszették, letiltotta? Hát nem tiltotta le a Facebook, ez önmagában nem veszi észre, az újság fogta, felnyomta, és akkor cikket írtak. Nem is ez a lényeg, hanem hogy nézegeti a Megánt, és akkor mondja, hogy amikor autóbalesetet tervezel, de eszedbe jut, hogy abból már volt egy... Semmi egy mém bejárt az egész internetet, tehát nagyon akkor töröljem azt a posztot? Simán, nem? Tehát ez nem maradjon így. Ja, hát... Mert most ott van egy ilyen elhomályosultett fotó. Igen, azt töröl? Én várjál, de én nem venném ki. Miért? Hát látták, hogy érted, megint bebátorodtál egy kicsit, érted valamit, hogy hívják, hogy mi van vele, érted? Ja, semmi, nem tudom, nekem még soha nem volt ilyen posztom, csak kérdezem. Figyelj. A fénykép tartalma kiméletlen, hogy érzéket lehet. Amiközben náci propagandát lehet terjeszteni a Facebookon, persze, meg pedofilokat lehet, meg mindent lehet egyébként, meg befolyásolni választásokat, de kirakni aztán most egy királynős mémet, annyira álszett ez a Facebook, atya úristen. Akkor módosítsd a tartalmat, írd oda, hogy szerintetek mi volt. Hány olyan tartalom van a Facebookon, ami napokig kering úgy, hogy gyilkosságot mutatnak, halálesetet mutatnak, öngyilkosságot mutatnak, mert ugye a robotok, meg ugye az élő erőforrás nem veszi észre, napokig, hetekig van, még most is egy csomó pedofilokról szól, egy csomó nem tudják egyszerűen olyan gyorsan tiltani. De ezt most a fénykép tartalmaz, kiméletlen vagy érzéketlen lehet, annyira elszintek. Fogd föl úgy, hogy fontos ember vagy, és téged folyamatosan figyel a Facebook. Meghagyom ki, én csak nem tudtam, hogy mit kell ilyenkor ezzel csinálni. Mi a stájsz, hogy mi a bevett dolog, majd írok a kasszára. Igen, hogy mit kell csinálni. Tibi, te mit csinálsz? Tibi. Igen. Tibi. Igen, épp kim vagyok a parton a gyerekkel meg.
Igen, ő most kint van, ami nem jól is teszi, csak nem tudtam, hogy ilyenkor mi a helyzet. Nem éreztem durvának ezt a mémet, szóval, hogy ebben nem láttam semmi, hogy most, tehát a mém lényege az, hogy most felrögjél, nem, hogy most... Na mindegy, nem, jó, csak ilyen akkor... Ilyen kegyelletsértés, hogy mit sértettél vele? Semmi. Az egész világ erről beszél, érted? Hát, értve, oké, okay. Jó, úgy oké, okay, az értem. Harryt is vil most megkérdezni, de ugyanerről a témára. Nyilván az édesanyjukról van szó. Na mindegy. A lényeg például a királyi párral kapcsolatosan, hogy nem tudom, figyeltétek-e, hogy mennyi állásajánlatot kaptak. Ja, várjál, talán. Itt van a fénykép megtekintése. Valaki írja, hogy meg lehet nézni, csak még egy kattintás. Na. Ott van, hogy elhomályosítja a Facebook, alul odamész, fénykép megtekintése. Hát akkor nem kell levenni. És akkor fénykép leszel... kitakarása. Nem, akkor tehát ő fölajánlja, hogy te tud, hogy mit nézel meg. Aha. Tehát nem veszi le, csak letiltja, és akkor így oda. Köszi, uh-huh. Drága hallgatók, elküldtétek. De akkor leszel igazán a... király, hogyha majd az elsütítés és alatt is lesz majd egy elsütítés, és az alatt lesz. Sokat kell nyomogatni, de előjjön előbb-utóbb. Igen. Nem családbarát a tartalmad, írja valaki. Az igaz, az ebben a formában. Igen. Na jól van, oké, hát akkor azt hitte a Dombi, hogy sokan kitették ezt a mémet, de ezek szerint nem mindegy, hogy kiteszik. Na, erre céloztam azzal, hogy téged folyamatosan figyellek. Az újság. Rám szállt az újság. Nagyon, nagyon izgulok most, igen. Két napja megosztottam én is, nálam nem homályos. Na, látjátok? Hát mondom, hogy az újság nyomott fel, hogy aztán tudjon ebből cikket írni. Oké, megyünk, akkor játszunk, elkezdjük a ma reggelt. Jön ma a Lekosz is hozzánk 8 óra után. Én tudtam. Miért nem 8 előtt szósz párt? Tudtam, hogy visszafordul. Nem olyan. Személyesen hívtad? Profi ő. Rendesen? Szerintem személyesen. Hát akkor már nem fordulhat vissza. Elmesélem majd, hogy mi volt. Nem volt az egyszerű hívás. De azt mondta, hogy már 7:30-ra bejön, hogy egy kicsit itt átvegye a rezgést. Nagyszerű lesz. Főzök neki egy kávét. Az jó, hogy jól teszed, ha kávézik egyetem. Akkor, amit kér, én azt főzök. Ha húslevest, akkor azt főzök. Érted? Csak jó legyen neki. Hát ő neki ugye az a posztja, a tini keresős posztja karácsony előtt, hát azon nagyot rögtünk, az nagyon szórakoztató volt, úgyhogy ez... Nagyot is ment. Nagyot is ment egyébként a Facebookon, igen, igen. Úgyhogy 8 óra után megkérdezzük erről, illetve a találati arányról, hogy lette. Lette igen, valami. Megvan-e a boldogság. Hogy megvan-e a boldogság, be tudott-e végül csajozni. Jó, meg hát átbeszéljük egy-két posztját. Na jövő, mindjárt lehet jelentkezni játékra, mi pedig itt vagyunk a hírek után. 3-7 lesz, 2 perc van. Szereted ezt a dalt? Igen, igen, jó kis gitáros, lendületes. Igen, van. Van benne hangszer, ugye? Tehát, hogy már... Igen. Van gitár van benne, dob van benne, és ennek már mennek. Bari, a hangod még most is oda van, kérdezi valaki, hogy lesz-e ma előadás Győrbe. Persze, lesz. Ma mész még Győrbe? Persze. Hát Győr, nem sokról a hűségváros, a Győr a hűségváros. Nekem is most eszebe jutott pont a granulámról, mert hogy sokó kokó. Visszatapsolt Győr. Miért ez már második, harmadik? Mire gondolsz? Hát, hogy megint vissza kellett jönni, azt mondja, hogy a hűségváros a Győr. A hűségváros, nem erre mondom, az egy közéleti mókázott. Poém. Mókáztam, az egy közéleti poém volt, hogy már nem Sopron a hűségvárosa, hanem hiszen valakit megválasztanak ott újra a történtek ellenére is azért, bár csak 2 hétig, de azért hát mégis milyen hűségesek. Megyek Győrbe, persze. Szeretik. Arra vigyázok, hogy ne legyen lyukos az oknim. De persze, hogyne. Este lesz, így van, este 7 órától. Pont nem tudunk menni a Janival, basszus. Érdekes, hogy valahogy erre nem is számítottam, hogy jönnétek. Már, de én persze, mondtam már, hogy mindig van nektek mondom. Két aranyszék, mindig van két üres hely elől, mindig a ti helyetek, és azt mindig kérem, hogy hagyják üresen, hát ha beestek. Mondom, pedig hetek óta mondom a Janinak, hogy én el is viszem komolyan. Valahogy nem, de a kettő darab szék mindig ott. A Győrben van jó cuk, ismerősöd, ettünk volna egy sütit előtte, de neked se jó. Mert biztos, hogy bementem volna, én mindig bemegyek, hogy de neked se jó ma, ugye? Még nem tudom biztosan. Úgyse utaztam még a halott szállítóval. Ez nem halott szállító. Nem azzal mennék. Az nem halott szállító, csak az autós ízlésedet még egy kicsit csiszolgatni kell. Még egy kicsit fejleszteni. Értem. Még egy kicsit csiszolni, finomítani, hogy értsd ennek az autónak a szépségét. Hogy ez valójában miért szép, és hogy miről szól. És hát a hangja, hát az gyönyörű. Van neki. Szóval, hogy azért az a V8 hang, az, hát én attól meg vagyok halva. Fantasztikus. Természetesen mindig elmormolok ilyenkor egy imát, hogy pokorra kerülök ezért. A környezetvédőknél, de azért ez a V8, szóval azért ez...
Ez egy csoda. Más. Már ez az idő, mikor egy elektromos kocsiba ülsz egy V8-as hanggal. V8 hang marad majd. V8 hang marad, igen. Igen, lesz bekapcsolod, beállítod magadnak, milyen hangot szeretnél, és akkor elektromos. És egyébként, ha rendes autóval akarsz menni, akkor nagyon drágán kimehetsz ilyen, mint Hungaroringre, és akkor egy kör tudsz menni, ott állnak majd az ilyen kocsik, választasz egyet, nézd. Minél kisebb köpcentiből, minél nagyobb nyomaték, erre felé megy az autógyártás, illetve hát az elektromos nyilván, az elektromos. És a teteje rendben van? Még egyelőre igen. Még egyelőre nem sikerült levinnem sehol. De itt ebbe a garázsban itt most ma éreztem, úgyhogy ma volt a legszűkebb. Ha még egy tetőcsomag tartott ráraksz, vagy egy ilyen boxot, akkor valószínűleg már értem, már akadályozni fogod a villamos vezetékeket. Ilyen bringát nem viszel a tetején. Egyrészt azért, mert nem tudsz fölrakni. Tehát nem tudsz fölrakni. Tényleg egyébként. Tehát, hogy nem is tudnád fölrakni már, nem? Ennél a magasságnál. Hogyha ráraksz egy bringatartót, olyan magasan van, hogy talán a Feri pipis kedve, nem? Nem, erre nem is úgy teszel, erre a vonóhorogra teszel ilyen keresztbe rakott bringatartót. Ja, de ez a persze, hogy nem. Úgy van, hogy átra teszed a csomagtartóba, senki nem veszi észre, hogy van benne egy bringa akkora. Két rendőrkutya mellett, igen. Nyugi Bali, a V8, a pokolva és V8. Hát ebben bízom. Ebben bízom. Várjátok, bocsánat, csak válaszolom. Semmi baj, nyugodtan. Add meg neki. Jó, nem csak egy rövid választ írtam neki. Szóval Alekosz érkezik hozzánk, Siklós Eriket hívjuk Melbourne-ből, már álltok, fuldokolnak a játékosok, el tudjanak mondani, milyen a levegő, hogy mi történik, csomó játékos visszalépett, óriási felháborodás van a játékosok között, nyilván Gyokó pedig már a 10-akárhányadik Grand Slam-ére hajt, ő az ATP játékosok vezetőjének az elnöke, ő nem fogja visszaléptetni a játékosokat, de Erik kint van, és hát elmondja, hogy mi a helyzet Melbourne. Ment, tegnap lehetett olvasni, hogy brutális ugye a levegő minőségem, csak tegnap is a játékosok lázadoznak, fulladoznak, egy csomóan a selejtezőből léptek vissza, egy csomóan a pályán lettek rosszul. De milyen elképesztő állat. Hát hogy nem, hogy tolják el a versenyt, hogy tolják el, hogy ez, hogy egyszerűen annyira káros, hogy valaki mondja már le a versenyt, hogy ne kelljen itt helytállni. Hát nyilván, ha van verseny, akkor elmegy és elindul. Ha van állóképesség, nyomják mozgban. Hát most úgy van, hogy lehet, hogy zárt pályán fogják nyomni, egy csomóan rosszul lettek, szóval barom érdekes, a Melbourne most a világ egyik legszennyezettebb városa, jön némi eső, meg egy kicsi hideg, de hát hihetetlen. És akkor maszk nála tudod, nem tudod maszkba se nyomni. A szervás kiabálós. Igen. Nyilatkoztak játékosok, hogy olyan, mintha a torkodat perzselné, hogy soha senki nem volt aszmás, de hogy köhögnek, fulladoznak, szóval, és hát nem csak a játékosok, mindenki Melbourne-ben, szóval tényleg elképesztő a dolog. Ez azok számára a legnagyobb probléma, akik ott élnek, akik nem fognak hazamenni a torna után. Hát igen. Úgyhogy hívjuk Eriket is majd 7 óra után, is elmondja nekünk, hogy mi a helyzet, egy ilyen kis melbourne-i kikapcsolása, 8 óra után pedig jön hozzánk Alekosz. Meglátjuk, mi lesz belőle. Hát mi is nagyon várjuk. Mi is nagyon várjuk. Kíváncsiak vagyunk az ő posztjára és annak eredményére. Kérdezi ez egy kedves hallgató, hogy nem 18 órától lesz az előadás ma? Vagy már ilyen kicsit ilyen gánzosan nyomod? Megvárják. Hát olyan vagyok, mint az Axel, érted? Befekszem még egy oxigén sátorban. Leérek Győrbe, és még kérek egy óra oxigén sátrat. És fél kilenckor jövök közé. Íveim! Hát most mindjárt megnézem a Facebook oldalam, hogy ez most mikor lesz. Nem tudom. Ezt úgy kell csinálni, hogy tényleg rendszeresen mondjuk egy órát késő. Az nagyon barátságos. De lenne egy elmentes büfé, ami addigra kiürülne. Ez nagyon klassz, tényleg írják, hogy ma 18 órától. Ez igen? Jó, ez jó. Mit mondtam? 19-et. Vagy 20-at. Babetyárját. Hát na, most, hát, na jó, hát egy óra oda vagy. Annak na dolgok, most ne legyetek ilyen szigorúak, várni, ne legyetek ilyen szigorúak. Hát addig ott üldögéltek, igen. Megvesztek egy csomó elmentes könyvet. Fél 9-kor kijövök, eladok néhány cepteredénykészletet 6 kilóért. Hú, de elment az idő, kicsit rövidítettem az előadáshoz. 9-re már mindenki otthon van. Később jöttem, magamra megyek. Nyugodjatok rá, csodában iszom egy elindulós kávét a színpadon, ezt megfőzettem. Egy kigyors selfie. 4-9-kor már újra az autóban vagyok. 6-kor lesz. Azért nem izgulok, mert ilyenkor még mindig van aznap a szervezők egy ilyen csörgés, hogy ugye jössz, hogy vagy, úton vagy, mi a helyzet, erre vagy, szóval, hogy az így, meg azért ezt úgy meg szoktam nézni. Tehát nem nagyon kiesek el. Ott vagyok minden előadás egy 20 perccel. Most ez annak tűnhet, hogy nem tudom, hogy mikor ne, van az előadás. Ne, dehogy is. Picit sem. Hát, héten legyomtam kettőt, mit tudom én, mikor. Sopronban kezdtem. Csoda, hogy érted, Sopronban ment, és nem Nyíregyházára. Csoda, hogy jó városban voltam. Többet megyek, mint a Rolling Stones, öcsém. Igen. Na, játszunk akkor egyet. Azt mondja, hogy 2-1-re mennek a hallgatók. De ügyesek vagytok, 2-1-re mentek. Jók egyébként most. Jók. Jó, úgyhogy megnézzük, hogy kivel játszunk ma reggel, és az összesítésben is mennek a hallgatók 4-3-ra, úgyhogy egyelőre egy pici előre te szertettek már most.
Na most vigyázz a szádra! Jön a fekete, fehér, igen, nem! Várja, a szóismétlés direkt csinálod? Kérdezi valaki. Nem. Milyen szóismétlés? Miért kérdezed ezt? Kérsz egy pofon? Haló. Hello, sziasztok! Sziasztok! Hello. Peti vagyok. Szia. Egy év próbálkozás után sikerült. Egy éve próbálkozol? De jó. Igen. Nem lett, hogy rossz számot hívtál? Minden hajnalban reggel egy SMS. Lehet, hogy rosszak hűtem egész évben, igen. Simán lehet, hogy ma jöttél először. Nem tudhatod, hogy eddig jutottél. Ez is lehet. De köszönjük, hogy ilyen kitartó vagy. Ez egészen... Minden reggel ti vagytok a fő műsorszám az autóba. Nagyon rendes vagy, Peti. De tényleg kitartó vagy. És hogy nem ment még el a kedved egy év után? Hát kitartottam, hát ha egyszer a szerencse. Ez az év eddig úgyis úgy áll, hogy szerencse, úgyhogy ez eddig pozitív. Na mesélj, mi történt veled? Hát ez nem publikus, mert az meg egy tévécsatornával kapcsolatos, úgyhogy arról most nem beszélhetek. Na most akkor én azt mondom, hogy még a lábam is belakadt a kengyelbe, és most húz a ló. Igen. És azt mondta, hogy a mezőn, és nem tudom, hogy mondok, a lábam bele van akadva a kengyelbe. És örülsz, leestem a lóról. Milyen tévé? Mi történt? Átvert egy tévé? Nem. Annyit talán elmondhatok erről, hogy talán veled, Balázs, összefuthatok. Ennyi. Kutyafája, hogy bejutott valami. Mondta, hogy nagyon szerencsés az éve, kérdeztem, hogy miért, és mondta, hogy egy tévéműsorba kerül be. Nem, mind a ketten tévét vesznek. Figyelj csak, de egyébként azt tudod, hogy egyáltalán nem korrekt dolog belebegtetni valamit, amit aztán nem mondasz el. Van itt egy kis dolog, de arról inkább most nem beszélek, mert amiatt vagy kicsit készen, de hogy tévéről veszem, akkor mondd el. Na. Szerintem tudjátok, hogy a titoktartás mindenkit kötelez. Jó, de bekerültél valami műsorba. Tegnap kellett volna veletek beszélnem, és akkor még elmondhattam volna. Tehát. Azt a mindenségét, de ha a hangod alapján induljon a gazda, vagy mi az a műsor? Induljon a gazda! Induljon a gazda, vagy az... Vagy mi volt? Pártkeres a gazda. Nem. Házasodik a gazda. Jó, ha kellemetlen, akkor mi nem firtatjuk. Miattunk te bajba kerüljél. Kivel játszanál, Peti? Hát én Janit választanám most. Jó, nagyon jó. Na. Erős mezőnyben voltam, mert ilyen SMS-ik voltak, hogy jó reggel, Gyula vagyok, tegnap lelépett a feleségem a kislányommal, ezért ma reggel nem kell reggelit készítenem nekik, szóval tudok fekete férjégen, nem, hogy játszom, érte egy hallgató. Ez a pozitivizmus, gyerekek. Én azt gondolom, hogy így kell kezdeni egy ilyen reggelt, hogy... Lásd a jót benne, hogy ráérsz. Meglátod a jót. Meg kell mindenben látni a ez jót. Ez a pozitív szellemiség, ez kell januárban. Minden rosszban van valami jó. Igen. Szegénykém, ha ezt nyilván komolyan írta, de hát úgy tűnik. Oké, szóval Janival játszanám. Jó játékos vagy, Peti? Hát nem tudom, először fogok veletek játszani. Az nyugtat, hogyha kikapok, akkor döntetlen, ha nyerek, akkor elhúzunk. Úgyhogy a pénteki játékoson lesz a teher. Igen, és egy éve próbálkozol, hát azért ezt ne felejtsd. Hosszú idő, ne vérezzel hamar, hát egy évet vársz erre. Kaposváron közben szakad a hó, csak mondom. Hurrá! Hát, ha-ha, hurrá! Hurrá! Lehet, hogy újraindul a Balázsról, és ő már tudja, amit én nem. Nem szóltam. Szóltak, hogy újraindítja az RTL. Mondta, hogy sikerül délutáni valami. Nagy sikerül délutáni. Keresik egy másik Balást, vagy? Nem, hát akkor azt nem csátja más. Nem rakatják ki Balást a Balássóból. Csak ilyen Bécsó. Na figyelj, indulunk, jó? Jó. 3-2 egyetős. Na, jól hallasz? Minden rendben? Tökéletesen. Hallasz? Jó. Hallak. Janikám, szeretnék kérdezni egyet. Úgy tudom, vegán vagy. Vegetáriánus vagyok pontosabban. Köszönöm. Vegetáriánus. Tudod, hogy mi a különbség? A vegán és a vegetáriánus tudom, között? Tudom. Miért is az vagy? Dehogy. Ha nem, teszel húst? Hát egy-kettő fajtát megeszek, de vannak olyanok, amiket kihagyok. Én azt kérdezném tőled, hogy a hallal hogy állsz? Hallal. Kedvelem a halakat. Hek. Kimondtam az igent. Ott volt az igen, Bemi! Bemártja saját magát az igen. Feri megszabad. Szerintem akartam felajánlani neked egy házi sült hekket általam, de tartom továbbra is természetesen az egész stábnak is. Egy hanemet mondott a Jani, erre Feri beintegetett, én leintegettem Ferit, hogy a hanem az nem, erre Jani szegény kizökkent, és utána benyomott egy igen. Itt szóval, már mindenki vagy... integetett mindenkinek, én meg még a halnál rámutattam ennek, hogy halla, hol jársz, hogy jól hallasz. Mert próbáltunk így neked jelenni, hogy segítsél valami. Nem is tudom miért egyébként, hát mindenki megoldja egyedül ezt a játékot. Hát jó, Petikém, megvan az ajándékcsomag, ez egy gyötrelmes játék volt.
De jó, ügyesen játszottál. Igen, Zsolt írja, sziasztok, Jani kimondta. Igen. Köszönjük szépen. Így van, ez így nagyon, jól látom. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. Jó meglátás ez, hogy Jani kimondta. Ebben már csak egyetlen apró ciki dolog van a részemből, én nem hallottam. Úgyhogy nem, figyelj. Köszönöm az őszinteséget. Az egy ha nem volt, de utána volt egy igen. Oké, okay. Köszike. Köszönöm. Gratulálom. Ciao, hello, egy év múlva újra. Csába, hello. Kaposváron vagyok, rohadtul nem esik a hó, érezol. Nem tudok mindennek utána járni. Azt valaki megírja, hogy Kaposvár esik a hó, újjongva, akkor én beolvasom. Mi hiszünk nektek. Hát egyes kerületeiben Kaposvárnak. Okay. Esetleg mindenhol. És 5 óra, vagy 6 óra 56-kor megjött a kedvenc. Ez SMS-em is, ami arról szól, hogy Suzuki. Hát ő még hisz benne, hogy az a tudja vinni. Hisz benne, hogy a Klassz FM-ben megnyerhető Suzuki, amit úgy lehetett megnyerni, hogy küld a Suzuki szócskát, elküldi nekünk. Hogy Suzuki. Őt nagyon szeretem, ő a kedvencem. Ő néha elküldi egy Suzuki. Hát, ha van még kapcsolat, érted. Vagy lehet, hogy még egy SMS most szivárog át a rendszeren. Az is lehet. Hogy... Egyébként akkor annyira sok jött, hogy eldugult, érted. Eldugult, és van a szolgáltatónak külön engedi. Suzuki csatornája, ami néha átenged egyet, mint a lefolyó. Jó voltál, Jani, jó voltál. Jó, nem, erős voltam. Hazudtam, nem voltál. Nem. Nagyon jó játékos. Nem volt erős a játékos. Kicsit sem voltál, annyira rossz voltál, mint a hogy így igen, ez a hekkes történet, ez egy picit így matolt, vagy én nem is tudom. Én nem tudom, pedig ilyen nagyon közhelyes, egyszerű, vega vagy nem, vagy vega halat eszel, ilyen bárgyú kérdéseket kaptál pedig. Most nem akarom Petit semmiteni, de hogy bevitta, úgy bevitt a vállásba, hogy... Na, az egy picit azért, de... Na jó, van, hát akkor kezdtem. De tényleg ne írja már senki. Igen, kimondtam, de már most tudjuk. Már ezen túl vagyunk. Nem mosszeroljatok, tegnap megbeszéltük, hogy így is mosszerolosak vagyunk. Picit idejét múlt már, tehát, hogy na. Tehát, hogy most már tényleg. Okay. Azt egyébként nem lesz Balázsó, mert megy a Charlie a majom is, és nem tudjuk. Ja, nem merik elindítani, mert Charlie a majom az ugye hát tudjuk, hogy bevégeztette a délutáni toksokat. Ja, mindent vívő. Claudia sem, Jakubcsek sem, Konta Barbara ugye hát nem tudta elvégezni a piszkos munkát, viszont Charlie a majom... Egyszer csak odaállt és... Charlie a majom viszont felrakott minket a ravatalozóra. Honnan jött a támadás, onnan nem vártad. Igen, ezt is megértem a pályafutásom elején, hogy agyonvert egy majom, ami azóta is fájó pont. Úgyhogy hát nem tudjuk meg, hogy mibe szerepel, de valami olyan titokzatos műsor lehet ez. Tényleg, mi lehet? Van, most nincs is semmi ilyen, bemegy a reggelibe, és de oda nem egy kis ízét. Lehet, hogy van valami jó ötlete. Lehet, hogy van valami jó ötlete, és a cápákban, vagy mit tudom én. Mariannak visz egy kis hekket, vagy nem tudom. Cápákban? Az menni fog, most volt a promója, hogy keresik az embereket. Ja, akkor egy jó heksütőt akar nyitni. Egy lakókocsis heksütő. Micsoda eredeti ötlet, egy lakókocsis, mobilis heksütő. Jó helyen van, az behozza az árát. Holnap a Filatorigátnál süti a hekkeket. Micsoda ötlet. Eddig csak ugye hát fix heksütőket láttunk a római, de ez egy mobil heksütő. Egészen meglepő helyen mecseknádas dom fog. Minden nap máshol süti ahol a hekket. Így van, ahol nem számítanak rá. Petit a heksütőt. Keresd országosan. Így van, na. Keresd a hekkert. Hívjuk Eriket? Siklós Eriket? Hát ezer magát. Éve nem beszéltünk róla. Egyrészt megnyugtató, hogy akkor ezek szerint még él. Ez így pozitív. Van. Így van. Ez kettő ugye kim van Melbourne-ben, ez is. Ahol hát nem sokára... Nem tudhatjuk, egy mobil se számot adott. Az igen. Is igaz, hát fürdőkádban van. Elindul ugye az Ausztrál Open. Melbourne-ben is van fürdőkád. Eriket szeretjük, kívánjuk. Sokszor jelentkezett be nekünk, és nyugodjon meg mindenki, nem a tenyeres keresztről és a fonákokról lesz szó, hanem általánosan, hogy mi a helyzet Melbourne-ben, a bozótüzekkel, milyen az ausztrál hangulat. Volt tegnap egy hatalmas charity mérkőzés, a Rogertől kezdve Nadalon keresztül Djokovicig mindenki bemutató meccset játszott, ott még összejött 3 vagy 4 millió ausztrál dollár, ebből 250 ezeret csak Nadal és Federer dobott be a kasszába. Játszottak, óriási gyűjtés van, és hát közben meg a fotókon látott, hogy mindenki fulloklik. Egészen megdöbbentő játékos nyilatkozatok, felháborodás, szóval ott most nagy örület van, nyilván nem csak a tenisz miatt, hanem egész Ausztráliában, tehát ez ugye érinti az Ausztrál Open-t. Úgyhogy Eriket hívjuk, jelentkezik nem sokára Melbourne-ből. Egy perc van pontosan 7 óra. Balázsék! 7 óra után 12 perccel itt vagyunk. Hello mindenkinek! Küldjetek közlekedési híreket, hogy mi a helyzet az utakon, mi pedig nem sokára kapcsoljuk Ausztráliát, Melbourne-t, hívjuk Siklós Eriket, hogy mondja el nekünk, mi a helyzet. Nem csak magával a tenisszel, az is érdekel bennünket persze, hanem egyáltalán ott a levegő minőségével, az ausztrálokkal, a hangulattal. Hát ugye mindenki tudja, hogy mi történik. Hónapok óta Ausztráliában a legnagyobb tüzet, ami most összeért egy másikkal, és így lett egy hatalmas tűz, azt állítólag sikerült megfékezni, de hát igazából most már az egész világ érzi a felhő formájában, mert látni a műhold képeket, hogy hova is jutott el az ausztrál füst. Hát most már visszajött egyébként Ausztráliában, mert megkerült a földet. Megkerült a földet, így van, visszajut most már Ausztráliára, így van, de esőt mondanak, és kicsit
jobb lesz az idő, viszont mi megkérdezzük, hogy hogy mi a helyzet kint. Úgyhogy hívjuk nem sokára siklős edéket, aki nyilván az Ausztrál Openen van kint, de hát közben játékosok meg lázadoznak, hogy milyen jó lenne azért, ha ezt most elnapolnák, vagy egész egyszerűen nem kéne 40 fokban, ilyen smogban, ilyen szállópor koncentrációval játszani. Közben rengetegen lettek már rosszul, adták fel a selejtezőket, iszonyatos játékos kirohanások, szóval, hogy nagy a balhé. Hát igen, csak ez érthető, egy... hát viszont Gyokó meg ugye, mint ATP vezér, vagy hát mind a játékosok szószólója és vezére, nyilván nem akarja skippelni az Ausztrál Open. Hát mennyivel beleszagolt a levegőbe, azt mondja, tesó, ezt mi bírjuk, többiek kihullanak. Mérik, folyamatosan mérik, csak hát ugye hol az a határ, amire te azt mondod, hogy... Hogy már nem csinálod. Nem egészséges nyilván. Tehát olyan 3-4 óráig fontosan szívni, ventillálni be. Hát gondold, de mit koncentrátumot szívsz ott be. Még ha csak simán járkálsz, jössz, mész. Hát az se jó. Igen, érdekes egyébként. Hát érdekes, hát tanulságos is, meg szomorú is, hogy különböző sportágoknak a jövőjére kihatással van a klímaválság. Tehát ugye azért te is tudod, mindenki tudja, aki a tenisz szereti, hogy ez például már évek óta problémát jelent, hogy az Australian Openen évről évre egyre magasabb a hőmérséklet, egyre nehezebben bírják a játékosok azt a típusú terhelést, ami ott éri őket. Egyszerűen... Át kell tenni a római partra. Át kell tenni a római partra. A római parti Open. Igen, az év első Grand Slam, van nekünk is pályánk. De azt is tudjuk egyébként, hogy sí, meg sífutó, meg biatlon világkupákat, meg versenyeket kell elhasználni, azért, mert egyszerűen nincsen hó. Ott, ahol egyébként hosszú évtizedeken keresztül, vagy évszázadon keresztül volt. Na, itt van velünk Erik. Hello, Erik, jó reggel. Ciao, jó reggelt kívánunk. Hát vagy neked reggel. Sziasztok, jó reggel. Hát, reggel. Ciao, Erik. Hát neked ez már hány óra van most? Két este van már, nem? Délután 4:30, még gyönyörűen süt a nap, fúj a szél, nincs már füst, na, minden rendben. Na, azt lehetett olvasni, igen, pont szerdára, hogy mondják, hogy jön egy szél, és egy kicsit jobb lesz a levegő. Akkor ez beigazolódott, majd egy kicsit jobb a helyzet. Sokkal jobb a helyzet, mint tegnap. Hát tegnap azért lehetett fulladozni, egyrészt a 37 fokos kánikula miatt, másrészt pedig a Melbourne beborító füst miatt, hiszen a bozótüzek azért olyan 200-250 kilométerre vannak Melbourne-től, de most már második hete, épp attól függően, hogy honnan fű a szél, rendszeresen beteríti Melbourne-t egy egészen brutális füstfelhő, és az bizony eléggé káros az egészségre, így az Australian Open első két napján el kellett halasztani a kezdést, az első nap 2 órával, tegnap meg 3 órával, arra sem lesz mindenki mérget, hogy amikor aztán elkezdtek teniszezni, akkor már teljesen egészségesek voltak a körülmények. Hát azért igen, az barokkos túlzás lenne mondani, hogy egészségesek a körülmények. Hát a szállópor koncentrációja, meg az a füst, ami ott van, hát azért 3-4 órát pályán tölteni, akár ha edzel, ha meccsed van. Volt, aki föladta, meg azért olvastam én egy-két játékos kirohanást is, hogy azért nem mindenki boldog ettől, hogy játszani kell. Hát így van, de hogyha a nagy számokat nézzük, persze ebbe az esetben az egy is sok, de én azt mondtam, hogy az első nap több mint 120-an léptek pályára, és egy lány volt, aki föladta erre való hivatkozással a mérkőzést. Épp egy órával ezelőtt beszélgettem Jani Rékával, aki tegnap a legnagyobb melegben játszott. Azt mondta, hogy ő nem tudta megállapítani, hogy vajon a melegtől vette nehezen a levegőt, vagy pedig a levegőnek a rossz minősége okozta ezt. Az ellenfele az ki is kérte az ápolást, de Réka szerint ez csak színház volt, mert egyébként úgy futott, mint a nyúl. Szóval nehéz ezt megítélni, az biztos, hogy annyira nem egészséges. Én egyébként minden nap az elmúlt 2 hétben elég sokat sportoltam, és úgy nem tapasztaltam saját magamon, tehát van személyes tapasztalatom is, de ez egy dolog, azért nyilvánvaló, hogy nem azon a szinten futok, mint a teniszezők. Igen, azt gondoljuk, hogy nyilván még egy Novák Djokovic képes, valószínűleg egy kicsit gyengébb az állóképességet és a terhelhetőséget. De jól bírod azért. Hát pont Djokó ugye a játékosoknak, ugye a játékosok szövetségének az elnöke, hát ő nyilván nem akarja azért ezt így arrébb tenni, mint az egyik fő kiemelt, meg az egyik fő esélyes, nem nagyon örülne azért, ha nem lépkedhetne tovább. Hát ez megint egy ilyen klasszikus történet, tehát mert a kiemeltek, ez egész biztos, hogy a Rod Laver arénában, vagy a Melbourne arénában, vagy a Margaret Court arénában játszanak, mind a háromnál be lehet húzni a tetőt, és onnantól kezdve légkondicionált körülmények között a természet csapásait kizárva tudnak teniszezni, tehát őket érinti a legkevésbé, de ennek ellenére Djokovic nagyon határozottan már 10 nappal ezelőtt, amikor először megtapasztalta még talán Sydneyben vagy Brisbaneben, hogy milyenek a körülmények,
akkor már jelezte, hogy akár a elhalasztását is el tudná képzelni az Australian Opennek. Ez szerintem teljességgel kizárt, ahhoz egyrészt túl sok pénz mozog, másrészt meg itt Melbourneben annyira nem tragikus a helyzet. Elég egy jó szél, tegnap megjött óriási jégeső kíséretében, és az most kipucolta Melbourne-t. Ez nem jelenti azt, hogy mondjuk hétfőn nem lesz újra füstös. Uh-huh. És az igaz, hogy amikor felszáradt a pálya, akkor vastag korom volt a pályán, annyi a por a levegőben? Hát ezt én tapasztaltam, még múlt hét szombaton volt egy nagy eső, és másnap délelőtt mentünk teniszezni, és vastagon állt a fekete korom a pályán, és gyakorlatilag söpörni lehetett. Tehát ez valós, teljesen egyértelmű. Az kemény. Mennyit gyűjtöttek most a sztárok? Mennyi jött össze? Tegnap tudom, hogy volt egy ilyen charity match, ami most nemrég ért véget. Mennyi volt a vége végül? Hát csodálatos dolog, mert gyakorlatilag a két órás esemény alatt összegyűlt 5 millió ausztrál dollár, az kb. 1 milliárd forint. Ez nem akármilyen produkció. Nadal jelentette be, hogy az esemény előtt beszélgettek Federerrel, és ők ketten együtt fölajánlottak 250 ezeret. Kyrgios egész évben minden ászadogatás után 200 dollárt fog még folyamatosan fizetni, de mások is megtették. Serena Williams a teljes Oaklandi pénzdíját fölajánlotta. Folyamatosan érkeznek még a fölajánlások, de hát ahhoz képest, hogy az ausztrál gazdaságra ez milyen brutális veszteséget jelent. Épp most olvastam, hogy az ausztrál turizmusnak várhatóan több mint 1 milliárd ausztrál dollár lesz a kiesése. A belföldi turizmus esett több mint 60%-kal vissza, tehát mondták le az utakat már, hiszen most az ausztrál nyár közepén vagyunk, ilyen, akkor az ausztrál családok elindulnak és turistáskodnak, és ennek a 60%-át törölték. Azt örömmel tapasztalják, hogy a nemzetközi turizmus az egyelőre nem esett vissza, de ennél sokkal nagyobb katasztrófa, ami a természetben az élővilággal történik. Gyakorlatilag a táplálkozási láncnak különböző láncszemei egyszerűen kiestek, megszűntek, és hogy ennek milyen hatása lesz a jövőre, azt ma még beláthatatlan, nem lehet megjósolni. Hát meg nincs hova visszatelepíteni őket, akit igen, megmentenek, ugye láttunk ilyen felvételeket, hát elképesztő. Elképesztő. Hát és a veszély nem múlik el. Igen. Mert ettől még lesznek bózók. Az, hogy eloltják, persze. Azért ez dolgot nem oldja meg. Hát most már lehet látni olyan településeket, ahol kezdenek visszatérni az emberek a házukba, mert valami csoda folytán meg tudták menteni a házukat, de a ház körül minden elégett, gyakorlatilag csupasz fák állnak a ház körül, és a szétégett mezők, és farmerek, méhészek beszélnek arról, hogy egyszerűen nem tudják elképzelni, hogy mi lesz a jövőjük. A méhészetben óriási pusztítást végzett, és nem is a méhek pusztultak el, hanem ennél sokkal súlyosabb a helyzet, mert hiába maradt meg több millió méh, gyakorlatilag nincs mivel táplálkozniuk, nem tudják mivel etetni önmagukat. A méhek ezután nem porozzák be a növényeket. Egy másik farmer arról beszélt, hogy azért fog visszaesni neki az áfonya, az eper, a málna termése, mert gyakorlatilag nem nőnek, mert nem porozza be semmi a virágot. Tehát egészen elképesztő következményei vannak ennek a tűznek, aminek még messze nincs vége, hiszen normálisan ilyenkor januárban, februárban szokott kezdődni a bozott tűzszezon Ausztráliában, amit azért mondjunk ki, hogy ez úgy hozzátartozik az egyébként a természetet tisztelő ausztrálok életéhez, mint mondjuk az európaiaknál a tavaszi fáradtság márciusban. Tehát erők föl vannak készülve, csak ez most egy egész más kategóriájú bozott tűz. Hát ezt ők jelezték előre, még egészen pontosan megmondták 5-6 évvel ezelőtt, hogy 2019-2020 lesz az az év, ahol kritikus szintet ölthetnek a bozott tüzek, és ha nem csinál valamit az ausztrál államkormány, és nem vesznek tűzoldókat, és nem készülnek föl, akkor ez lesz. Megmondták 6-7 évre pontosan előre, hogy most lesz a csúcs. Nem is tudom, hogy milyen előrejelzés az, de hogy egészen pontosan jelezték, hogy ez az év lesz a legnagyobb baj. És hát megtörtént. Így van, és hát azért 3 éve folyamatos a szárazság Új-Dél-Walesben és Ausztrália nagy részén. Ebből a szempontból talán Melbourne kilóg egy kicsit a sorból, bár amikor még december elején megérkeztem ide Melbourne-be, az első dolog, ami szembetűnő volt a reptérről befele jövet, hogy minden sokkal sárgább, mint máskor januárban. Pedig ugye a december az még csak a nyári szezonnak az eleje, de már decemberben sokkal sárgább volt minden még itt Melbourne-ben is, ahol azért most nagyon sok eső esett az elmúlt egy hétben, ami nagy áldás, és bíznak abban, hogy ez az eső oda megy, ahol egyébként a bozott tüzek vannak, és ott is esetleg segít az oltásban. Egy másik fontos hír, hogy megmozdult az ausztrál kormány, és az egyik minisztert, az ilyen tudományos dolgokkal megbízott minisztert... Halló?
Itt vagy nem, figyelünk, csak kicsit hüledeztünk, hogy megmozdult az ausztrál kormány, hát az a csoda, hogy nem buktak még eddig. Igen, mert a nem szeretik őket most. Hát így van, a múlt hét végén nagyon nagy tüntetés volt itt Melbourneben is, tehát többen követelik a miniszterelnöknek a távozását, aki elég rosszul kezelte a helyzetet sokak megítélése szerint, mert Hawaii-ra ment nyaralni decemberben, mert úgy ítélte meg, hogy nem olyan nagy a gond, de ilyenkor megy az egymásra mutogatás, mert itt Ausztráliában egy ilyen federációs rendszer van, ugye van hat állam, Victoria, Új-Dél-Wales és a többi, és ilyenkor azt mondják, hogy hát a központi kormánynak nem kell lépni, csak akkor, hogyha mondjuk Új-Dél-Wales állam vagy Victoria állam segítséget kér tőle. Most azonban megmozdult a központi kormány, és elkezdte a munkát egy bizottság, amelyiknek a vezetője, a kormány egyik minisztere azt mondta, hogy most ne arról kezdjünk vitatkozni, hogy vajon ez a klímaváltozásnak a következménye vagy minek, hanem üljünk le, ezt tegyük félre, és azt nézzük meg, hogy hogyan tudunk megoldást találni mostani problémára, illetve a jövőbeniekre. Hát kell valamit, igen, tehát fél Ausztrália ég, tehát erre azért kell megoldást találni. Na, egy mondat gyorsan a versenyről, aztán elengedünk, mert tudom, hogy sok-sok dolgod van. Hogy ki a menned kell teniszezni? Futni valami. Igen, el kell menned lefutni az adagodat. Igen, nyilván egy kopocfadit is elnyalnál valahol. Igen, hogy ugye fő esélyesként nyilván férfiaknál gyokó. Csajoknál kér, a csajokat nem követem ott. Ki van most? Nem is nagyon nézem. Szerintem már nem fő esélyes. A fiúknál vagy férfiaknál meg egyértelműen gyokó. Nem Fucsó visszalépett? Nem játszik? Azt olvastam, Erik? Vagy a selejtezőtől lépett vissza? Hogy mi a helyzet? Nem, ma is edzett Fucsó is, Marti, épp hogyha most lerakom a telefont, akkor vele fogok találkozni. Van egy közös dolgunk, de mindegy. Tehát rendben van, az Achilles-szinnye meghúzódott az Achilles-e, és ez okozott egy kis problémát, de volt kezelésen tegnap is, tegnap előtt is, és ma már rendesen edzett, tehát nincs különösebb probléma. A kérdésedre válaszolva, én Djokovic mellett azért megemlíteném Nadalt. Igazából nem tudnék, épp ezen gondolkodtam, kettejükön kívül olyat mondani, akit komoly esélyesként ki lehetne kiáltani. Vannak úgymond trónkövetelők, de én egyikükben sem érzem még azt, hogy most jöhet el az áttörés. Cáfoljanak rám, örülnék neki. A nőknél ott a szokásos, tehát gyakorlatilag 4-5 éve ez a sláger, hogy föl tudok neked sorolni 10 olyan nevet, aki akiből bárki megnyerheti. Én Serena Williams-et is közéjük tenném, tehát azért ne felejtsük el, hogy a szülése óta most nyert először versenyt, tehát az elmúlt 2 évben most kezdte a szezont egy tornagyőzelemmel, azért ez jelzés mindenkinek, nagyon oda fogja tenni magát, és hát ott vannak a többiek, Osaka, de az eddig mutatott játék alapján, akik most ott vannak a top 10-nek az első felében, azok közül azért mindenki botladozik. A világ első Barty is, a múlt héten is kikapott hazai pályán, Simona Halep sem olyan nagyon acélos, Pliskova mindig kiszámíthatatlan egy versenytegrendszem előtt. Hallgatóinak már keveset mond, igen. De Osaka ismerős volt egyébként. Osaka ismerős volt, Jani, nagyon szeretném. Egyébként érdekes, hogy a Serena Williams Osakát egymás mellé ülteted, akkor mind anyalánya körülbelül, meg már akkor különbség is akkor a kettő. Tegnap úgy ültek egyébként ezen a nagy rendezvényen, az tüneményes volt, tehát sőt, ott volt a Coco Gauff, ez a 15 éves kislány, és neki ott a legnagyobb szája, nagyon cserfes volt, hihetetlen, hogy a Federer csapatába tartozik, ugyanaz a menedzsment, és nagyon jól építik őt föl, már így egészen fiatalon, úgy beszélnek róla, már itt csak hogy az esélyeseknél maradva, tehát már próbálják őt sztárolni, és azt mondják, hogy Martina Hingis 16 éves és 2 hónapos volt, amikor megnyert az Ausztrál Open-t, ő most 15 éves és azt hiszem 10 hónapos, és mondták, hogy akkor te lehetsz minden idők legfiatalabb Ausztrál Open bajnoka, azért én nem fogadnék rá. 15 évesen mekkora tehetség, hogy már ott van? Nem is esélyesként említik, nem? Tehát 15 évesen azért mennyit, mikor kezdte? 3 évesen? Nagyjából. Erik, nagyon köszönjük, vigyázz magadra, akkor jó munkát neked a következő 2 évben. Ne fáradj le nagyon Fucsót, ugyan koncentrálni a pályafutásra. Vigyázz a Fucsóra, azért ne kend el nagyon a száján. Köszönjük, Erik, vigyázz magadra, ciao. Hello, köszönjük, ciao, hello. Igen, és a Pina Jeva is ott van, még ugye Szalai. Ó, illetve a kis Anett Pöcs, ami mekkorát nőtt. Pontosan, így van, ők ketten egyébként talán manapság is Magyarországon legnépszerűek, Pina Jeva és Kokó. A két legnépszerűbb magyar játékos, Pina Jeva és Kokó is kint van. 15 évesen már esélyesként emlegetnek. Nagyon súlyos. A csajoknál egyébként a fiatalabbak, tehát fiatalabb tud odaérni, azért pasiknál ez így kitolódott. De azért az nem... Hát ez 7 éves kora óta. Hát szerintem ott az ágyat fölé, mint Agassinak. Megszületett, és már raktak egy labdát, hogy balra-jobbra kövesd a szemedbe. Igen. Fél évesen már látták. Tegyeres keresztet már ott fél évesen már fogták az ütöt. Igen. Nem csillámponik forogtak körülötted, hogy jobban aludjál, hanem telisz labdát. Hát az Agassinak konkrétan ezt jelzkozta az apja, hogy már az ágya fölébe rakta a labdát, hogy a gyerek szokja.
Oh. Szegény. Azt látta az Agassi, ebben mentél a gyerek szobába, és balra jobbra, balra jobbra. Csodálkozol azt, hogy... Jó sikerült a gyerek nevelés. Jó, végülis papa ügyes volt. Igen. Na jó van, hát akkor majd megtesszük megfelelő tétjeinket, hogy... Hogy is állod a fogadásukat már az elsőket. Beindul, hogy ne, abszolút. Persze, hát erre ráindulunk. Igen. Ő volt az Erik az angolnak, kérdezi Goszti. Nem, ő Erik volt. Szintén Erik volt, de ő a síkló. És nem Pataki Attila, hogy többen írják. Pataki Attilához hasonlított, nem tűnt olyan. Nem, nem, picit összefogottabb volt. Tehát, hogy is nem kerültek szóba, hogy a földön kívüliek, de egyébként tényleg Pataki Attilás volt. Pataki Attilás hangja volt Eriknek. Érdekes. Jaj, de jó lenne egyszer ilyen Australopere is elmenni, mi? Hajrá! Egyébként nem lenne rossz, de... Hát én kevésbé ülnék ki a mérkőzésekre, igen, odáig elmennék, de Ausztrália nem figyel, lehet. Én a végét, oké, hogy egy gyokót nyilván megnézem. Két ilyen unatkozó izével ott söröznétek. Már ez kicsoda. Grenzlemek közül engem egy igazán érdekelne, az Wimbledon. Tradíciók miatt, az Eper miatt. De Epret itthon is el. Tejszihabos Epret akarok enni Wimbledonban. Azt akarom, hogy itt körbe a kis szám tejszihab legyen. És elmenjen mellettem Pinajeva, és figyelmeztesen, kicsit cuccos a szám széle. Hol vannak a szüleim, habos a szám széle. Vagy megfogtad Wimbledon lényegét, az Epret, a tejszihab és a jobb minőségű fű. Ez nagyon-nagyon. Az jár a belépőhöz? Tejszínes Epert? Nem, az valamilyen, amikor megnyitó van, akkor ott valahol ott a játékos lounge-ban, vagy valami, tehát ez egy ilyen bevett szokás, valahogy, hogy felszolgálják. Hozzátartozik a hivatalos menühöz, vagy a játékosok menühez, valahogy az is egy ilyen hagyomány. Maga az Epert, meg a tejszínes. 500 kiló fogy el belőle. Igen, tehát ezt így egyrészt veheted is, kettő, hogy az egy olyan hagyományos, hagyományos ételet, igen. Vég egy adagot, hogy szedjék magamnak. Bocsánat. Oké, na megyünk mindjárt, jó? Ennyit Ausztráliáról, csak egy pici kitekintés, ennyi azért belefért, kevés szó esett a teniszről, inkább Ausztráliáról, meg a bozontosról. Igyekeztem, hogy azért ne legyen nagyon szakmai. Illetve Erik privát programjairól. Erik privát programjairól, hogy mennie kell még. Igen, spinningelni. Fél 8-an pontosan itt vagyunk, mindjárt egyre kut. 3:48 lesz pontosan 6 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, megérkezett Alekos, nem sokára vele folytatjuk 8 óra után, és kíváncsiak vagyunk, hogy milyen, és ígértük, hogy meghívjuk a stúdióba, pedig szeretjük betartani az ígéreteinket az ominózus tini keresős posztja után, amit még decemberbe tett közé, ezt ugye beolvastuk, akkor jót mosolyogtunk, aztán megpróbáltuk stúdióba csábítani, de kiderült, hogy hát amíg nem a vezér egyeztet a vezérrel, addig ő nem jön be. Igen, két nappal ezelőtt felhívtam, és mondtam, hogy ki vagyok. Nem volt egyébként sokat bonyolultabb összehozni, mint egy Donald Trump, Kim Jong-un találkozott. Hát levelet írt Kim Jong-unnak is, erről is megkérdezünk majd, hogy milyen megfontolásból. Van a világ legnagyobb. Imádom az alsógatyás képeit, a főzős képeivel, hogy áll a tűzhely előtt egy alsónadrágban is keveri a bográcsot. Van stílusa. A tini lányos felhívós jelentkezős posztját, amikor is ugye hát 2020-ban a megoldás Alekhoz fejezte be a posztját, és ugye úgy szólt, hogy szeretnél ajándékot, szereted az ékszereket, az illat és kozmetikai szereket, a csillogás csupán egy karnyújtás. Jelentkezne fél 18-45 éves, meg nem értett luxus tini Alek megjött, bejött, köszön nekünk, nagyon így rendes van. Volt, mondanak, megdicsérte a stúdiót, hogy milyen csinos, van egy nagy tévénk, azt mondta, hogy az első téva meg is van, hogy a mekkora tévénk van. Maga van. Majd kiment, és előtte még azt mondta, hogy rendben van, akkor itt találkozunk. Itt találkozunk. Mondta ezt nekünk, és pedig mondtuk, hogy rendben, Alek. Sehova. Nem megyünk, nem merünk mozdulni. Rendben, Alek, mi itt leszünk, meg itt a élet első kávéját, úgyhogy... Hát illetve majd nyugodtan kérdezd meg a teázási szokásairól, mert alapvetően teázik, de nem is akárhogy. Hát enyhén szólva édes szájjal, hogy ezt így jelesztek. Sok cukor? Hát sok cukor és sok méz. Mind a kettő. Aha, mind a kettő. A főzni viszont remekül főz, egy kicsit úgy gondolkodtam rajta, hogyha mondjuk egy ilyen tini lányt szeretnék én elcsábítani, akkor két csülökkel várnám el. És oldalassal. Egy kicsit magára is gondol. Igen, inkább maga felé hajlott a keze főzésben. Igen. Azt mondja, még nem itte meg a kávét, még soha nem ivott kávét, és most fogja meginni először. Mondja, kíváncsi vár, mi a hatása lesz? Nem tudom, soha. Emlékeztek-e az első kávéra, utána azért kellett szaladni. Aha, hát mondom. Soha nem ivott még kávét. Igen.
Jó, hát a bulvárral érzékeny, vagy a bulvárral kevesebb dolgozó kicsi sznob hallgatóinkat lehet, hogy elveszítjük, de nem baj, mi szeretünk azért megmártozni a bulvárban, mert az is az életünk része. Na, hallottátok a rossz helyre álló közterületes mizériát, hogy lecsaptak a közterületesek, a közterület felügyelők egy fiatal srácra. Ugye Ricsire nagyon jó a történet, mert hogy ő rossz helyen parkolt, majd ugye hát amikor megtörtént a feljelentés, ő kiszúrta, hogy a közterületesek is rosszul parkoltak, és abban a pillanatban feljelentette az ő ellene intézkedő közterületeseket, hogy már pedig ők rosszul parkolnak, mert hogy mozgássérülteknek fenntartott parkoló helyen állították le az autójukat. Bizony, és fotó is van. Óriási csomó. A fiatalember nem volt rest, azonnal lefotózta a járművet, úgyhogy most megy, szerintem olyan jogszabályi kutatás van érted benne a hivatalban, hogy megállhatsz-e akkor az ilyen jellegű parkolóban, hogyha nem hagyod el az autót. Már most ilyenek van. Na most igen, ugye, hogy csak bedobott egy csomagot, aztán ugye ment is tovább, de jelezték a közterület felügyelők, hogy bizony itt nem szabad megállni egy pillanatra sem. Na most ugyanakkor ő megkapta a 10 000 forintos büntetését, de közben rájött, hogy ők viszont egy sokkal drágább szabályt szegnek azzal, ugye, hogy mozgássérült helyen parkolnak. Az igen, autójukkal, miközben ők büntetnek. És egyébként teljes joggal felnyomta a közterületeseket. Csúnyán visszanyalt a fagyi. Azt mondták, hogy ugye van egy olyan szabály, hogyha tehát a sofőr bent ül, akkor te beállhatsz rokkant helyre. Ugye? Most ugye én már olvastam ilyet is, ilyen olyat is. Én is úgy tudtam, hogy ha nem hagyod el az autót, és ott vagy, ugye, akkor ha látod, hogy oda valaki be akar állni, és neki jogosultsága van rá, akkor kiállsz, és minden oké. Okay. Kvázi foglalod neki a helyet. Mondhatod ezt is, igen, de most azon állítólag, hogy nem, úgyse szabad beállni. Aha. Tehát akkor mindenféle, ráadásul ők ugye nem ültek bent a kocsiban, hanem kiszálltak az autóból, mert elmentek büntetni. És olyan szabály sincs, hogy mondjuk közfeladatot ellátó személy esetében kivétel tesz. A kressz? Ne, hát megmondom őszintén, hogy 30 évvel ezelőtt forgattam utoljára a kresszkönyvet, úgyhogy ez már nincs meg, ez meg a rész. De ők nem állhatnak oda. Hát szerintem nem állhatnak oda. Ha nem maradt senki az autóban. Csörögjünk rá Hajdú Petire. Expert ebben a témában. Peti, mondd meg. Peti, mi volt a büntetési tétel, mennyit kaptál, igen. Szóval azért ez egy 50 ezres bírság nagyjából, azért az nem egy 10 000 forint. Jani azt vetette föl, és az lehet, hogy igaz, hogyha közfeladatot végzel, mentő, nem rendőr, ilyet nem, akkor sem. Szerintem nem. Hát a mentő az mentő biztos. Okay. Igen. A mentő oké, okay. Igen. De szerintem, ha te közszerületesed, és mind a ketten kiszálltok az autóból, nem. Na, itt van velünk Ricsi, mindjárt megkérdezzük, aki ugye hát feljelentette a közszerületeseket. Hello Ricsi, jó reggel, ciao. Sziasztok, hello. Te hogy vetted észre, hogy rossz helyen állnak ott? Várjál, jó helyen állsz most? Jó helyen parkolsz? Most jó helyen parkolok, úgyhogy jöhetnek nyugodtan. De most ugye megálltam. Semmi tábla nem volt, hogy én nem állhatok ott meg. Megálltam, befutottam tényleg egy 2 percre, jöttem le, ők már ott csinálták a bírságolást. Nem engem büntettek meg személyesen, hanem az autót fotózták le, és a kocsira tették ki a csekket. Hát nem tették ki, hanem azt már a kezembe adták. És én közben észrevettem, hogy ők meg beparkoltak. De mire hivatkoztak, ha nem volt tábla? Mit mondtak, hogy itt tilos megállni? Tehát, hogy... Találtak egy jogszabályt, hogy egy autó mellett álltam meg, és ő nem tudott volna elmenni. Hát mondjuk az ebben van igazság, tehát ebből a szempontból állt igazuk. De mivel 2 perc álltam meg, így hogyha meg is jött volna, rugalmasan tovább tudott volna menni. Jó, hát a szabály tudod, az nem ilyen, hogy 2 perc, hogy nem állunk autó mögé. Tehát az ő büntetésük az jogos volt, 10 000 forintos csekket kaptam. Mondtam nekik, hogy 2 percre álltam meg, de ők mondták, hogy ez a szabály, fogadjam el, kész. Hát el is fogadtam, de közben észrevettem, hogy ők meg megálltak a mozgássérült parkolóhelyen. 3 ember volt ott, volt egy sofőr, ő az autóba ült, 2 meg bírságoltak engem. Megkérdeztem tőlük, hogy ők mit keresnek ott. Azt mondták, hogy én ezzel nem foglalkozzak. Szabály szerint, ha bent marad valaki az autóban, akkor ők ott megállhatnak. Hát én gyorsan azért lefényképeztem őket, hogy... Biztos, ami biztos. Ők téged fotóztat, te őket fotóztat. Ez egy szórakoztató jelenet lehetett. Így van, és akkor mentek az események, odaadták a csekket, ők még észrevettek egy másik autót is, szépen őt is megbüntették, lefotózták, és akkor mondtam nekik, hogy elváltunk egymástól, oké, akkor ennyi,
Én nekem motoszkált a fejembe, hogy ez csak nem lehet így, ahogy ők mondták. Felhívtam egy közterületfelügyeletet, és megkérdeztem tőlük, hogy van-e tényleg olyan szabály, hogyha én beállok a mozgássérült parkóba, bent maradok az autóban, akkor az szabályos. Persze nem közöltem senkivel se, hogy közteresekről van szó, hanem úgy adtam elő, mintha én beálltam volna oda, és akkor mindenki egyöntetűen mondta, hogy hát oda nem lehet beállni, ez szabály szegi. És akkor felhívta egymás után több közterületfelügyelet, és mind sorba mindenki ugyanezt mondta, hogy nem lehet ott megállni, ha bent maradok az autóban sem. Felhívtam több rendőrséget, és ők is ugyanezt mondták. És most kinél jelentetted föl a rossz helyen parkoló közterületeseket? Náluk, maguknál? Uraim, írják a saját maguknak a feljelentést. Mit csinál? Rendőrt hívtál elő? Nem, hanem ugye fényképpel bementem a rendőrségre, és akkor ugye közfeladatot ellátó személyek, úgyhogy nem az miért jelentettem őket fel, hogy ők a pirosra parkoltak, vagy álltak meg, mert szabályosan úgy szól, hogy ők nem parkoltak, hanem ők csak megálltak. És akkor én büntetőeljárás kereteiben jelentettem őket fel, hogy ők visszaéltek a közfeladati hatáskörükkel. Ugye, mondjuk benne nem rá, igen. Egyenruha van, igen? Ugye mivel ők rajtuk egyenruha van, ő rajtuk, nem ugyanez a szabály vonatkozik rájuk, mind ilyen rám, vagy akárkire, hanem ők a szabályt szegnek, akkor ők visszaélnek a hatáskörükkel egyből. Aha. Jó, hogy nem mertek meg egyébként. Igen. Szerintem. Hát, megbüntet ezek, rohadjatok. Jó, hogy nem mertek itt akkor a maflás, Ricsi, hogy isteni szerencsét adta azért egy ilyen kis... Jelenleg, igen? Ugye most jelenleg ott tart, hogy senki se tudja, hogy milyen szabály vonatkozik ide. Egy szakértő nyilatkozott az újságnak, azt perc, állítja, öt hogy... 5 perc. 5 perc. Így van, van egy 5 perc a szabály. Ha elhagyja a helyszínt, akkor odállhat tényleg. Vannak svájci rokonai? Ricsi, élnek svájci rokonai? Hallottam tegnap, nem? Igen, a műsor. Laktál Svájcban? Nincsenek, csak nagyon sok dolgom volt már velük, úgyhogy mérges vagyok rájuk. Tök menő följelentenek. Egyébként valahol tök menő följelentenek köszönhetőséget rossz jelenleg. Figyeljenek ők is oda. Na most akkor az ügy ott tart, hogy 5 percig tényleg megállhattak ott, ha igaz az, amit a szakértő nyilatkozott, de ebbe sem biztos senki. Az a baj. És akkor én nekem még megtette a feljelentést hétfőn, és akkor tegnap jelent meg az újságban ez a cikk, és ott láttam, hogy a szakértő ezt nyilatkozta. Hogy amennyiben 5 percig áll, és benne marad a sofőr, maradhat? De hát mondom, hogy többet álltak ott, de mondom, ezt hogy tudom bizonyítani, és akkor gondolkodtam, járt az agyam, hát mondom, ezeket az autókat el szokták látni nyomkövetővel. Felhívtam a közterület vezetőjét, és Isten, de szeretném, csak egy nap egyszer ennyi időm lenne. Sajnos év eleje van, ilyenkor nincs annyi munkám, nekem se van időm ilyennel foglalkozni. Igen. Ez a tekjük nekik most. Ha ugyanez decemberben lett volna, akkor nincs ez a cél. Jó, hát fingasd meg őket, persze. Fölhívtad őket, hogy van nyomkövető a kocsiban. És akkor van nyomkövető az autóban. Úgyhogy az alapján vissza fogják tudni keresni, hogy azt mondták nekem a rendőrségem, mert visszamentem utána kiegészíteni a feljelentésemet, hogy nézzék meg ezt a nyomkövetőt is, mert lehet, hogy ez nem jutott volna eszébe ő neki, aki ezzel az ügyen majd foglalkozni fog. Igen, mert abban ki fog derülni, hogy hány percet álltak azon a parkolóhelyen. Hány percet állt az autó ott? Hát egy 15 percet szerintem biztos. Rendőrségemben meglátnak, írnám meg a Ricsi. Ötnél nem kell, hogy kirakják az árvatáblát. Igen. És akkor most akkor megbüntetik őket, vagy tudsz valamit? Vagy mi lesz a vége? Na hát most ugye közöltem én egyébként velük, hogy ne próbálják védeni őket, mert különben ők is el fogják követni a hivatali hatáskörre való visszaérést. Aha. Úgyhogy és őket is feljelentett. És feljelentett, hogy így az egész a rendőrséget. Fel fogom jelenteni, így van. A rendőrséget feljelentett a rendőrséget. Tök igazad van, hogy Én levelet küldtem annak a kerületbe, a közterület felügyeletnek a vezetőjének, ahol ez az eset történt, és én levélbe közöltem vele ezeket, hogy ne próbálják meg eltüntetni a nyomokat, mert feljelentem őt is. De te is rossz helyen parkoltál. Igen, tehát így egy kicsit... Én nem is próbálok. Te feljelentesz valakit, aki rossz helyen parkol, aki feljelentett téged, mert rossz helyen parkoltál. Tehát, hogy azért ez... Na, én nem magamat akarom mosni, csak a szabályokat nekik is be kell tartani. Meg kell őket figyelni. Meg kell őket. Te megfizeted a 10 forintot, amit kaptál. Figyeljenek oda ők is.
sajnos az egyenruhával olyan dolgokat csinálnak meg, amit ők sem tehetnek meg. Tök igazán, méltányosság és következetesség. Ez mindenki feljelentik az utcában. Így van, és ezt szerintem mindenki egyébként is tapasztalja, ha közlekedik, hogy sokszor sajnos egy-két szabályt ők is megszegnek. Összevetetted az általad készített és az ő általuk készített fotón az időt, hogy mennyi? Mert ha az eltelt 5 perc, akkor ugye megvagyunk. Tehát van digitális idő ugye a fotón. Hát ugye én azt a fotót nem kaptam meg, amit ők rólam csináltak. Hát de azt meg kell, hogy kapd, hogy lásd, hogy mi vagy rajta hát van a büntetés, majd, hogy mikor készült majd, a fotó. Azt majd meg fogom kapni, de mondom, mivel volt nyomkövető az autóban, ott az sakmat, ott azt nem lehet. Hát figyelj, nem lehet meg, abban van valami furcsaság, hogy tényleg, hogy én megbüntetlek, mert rossz helyen parkolsz, úgyhogy furra beállok a rokkant parkolóba. Tehát legalább, ha én büntetek, akkor ne, de te se álljál rossz helyen, na, az ne álljon rossz helyen, aki büntetett. Ebben is van igazság. A mozgáskorlátozott hely mellett volt egy forgalom elzárt terület, oda is beállhattak volna, az kevésbé akadályozták volna a mozgássérülteket, ha odaállnak. Oda neked, sem parkoltak volna. Svájcban kéne élned, Ricsi, azt gondolom, hogy tiszteletben és svájci állampolgár kell, hogy legyen. Gondolom, szomszédaid nem nagyon vannak, vagy már mindenki elköltözött, nem? Tehát, hogy ő hozzájuk is. Kiszoktam hívni néha, ha befarkolnak a helyedre. Jézus, Ricsi, annyira ráéreztem erre, aki Ricsivel kezd, az a város. Az nem szimplán egy szaros vödröt, hanem egy szaros honvárt ránt magát. És a szomszédodra miért hívtad rá a rendőrt? Miért nyomtad föl őket? Hát a lakók ott névre szóló parkókat meg kellett venni, és néha befarkolnak a helyemre. Hát, Ricsi, ne hajt, ez egy háború. Hát, azért te fizettél. Birtok háborítás ez. Rájuk is hívtad a rendőröket? Hát most kétszer kihívtam hozzájuk, meg egy harmadik esetben meg is ütött az egyik szomszéd, ez miatt ő hozzá is kihívta, azért háromszor. Mondjuk valljuk be a te történetedben, azért benne volt egy maflás valamikor, tehát nem Ricsi, őszintén, hogy azért valaki előbb-utóbb vagy azért biztos, hogy elkap. Járulékos kárként ezt belekalkuláltad. A tesztoridban a pofon azért az benne volt. Ezt fel van kalkulálva minden nap, amikor ott megindulok, hogy mit csinálsz, Ricsike? Mivel foglalkozol? Mi? Hát nem akarok magamnak reklámot csinálni. Nem. Egyéni vállalkozó vagyok, járom a város. Megértem, én megértem egyéniben. Neked könnyebb a legjobb egyéniben, tehát se BT-se, KFT-se, se alkalmazottként nem biztos, hogy jól kijönnél a kollégákkal. Egyéni vállalkozóként az a legjobb. Egyedül vagy a saját magad uram. Neked fontos. Ne kerüljél abba a kényelmetlen helyzetbe, hogy a saját kollégáidat is fel kell nyomnod. Ricsi, az interjú miatt van mitől félnünk? Igen, nem fogsz minket felnyomni. Vagy kérjünk bocsánatot valamiért, érted? Semmi jöhet nem hallottam, amiben bele tudok most kötni. Gyeri, és most mi honnan várod a visszajelzést? A rendőrség ír majd, hogy oké, akkor kivizsgáltuk az ügyet, így zárult, vagy most van valami... Hát ugye itt ez büntető eljárás, úgyhogy itt nem szórakozol. Ezt nem egy sima ügyként kell, hogy kezeljék. Hát most várakozok, figyelem az eseményeket, és akkor még ha... utána korrigálok a feljelentésnek, hogy tényleg. Pontosítasz. Ugye, pontosítok, utána korrigálok a feljelentésnek. Még belenyúlok itt-ott, hogy ha próbálják ahogy menteni magukat, figyelek, és akkor még korrigálok. Ne hagyd, hogy eltűnjön a térfigyelő kamerák felvétele, ne hagyd, hogy meg sem is üljenek a GPS adatok, ez a három bűnös. Ugye a feljelentésbe beleírtam, hogy ugye kettő ember intézkedett ellenem, a harmadik ember nyugodtan el tudott volna menni szépen félre megállni, és akkor ott leparkolhatott volna, meg várakozhatott volna, amit akar, csinálhatott volna, mert ő nem vett részt az intézkedésbe. A másik kettő ember csinálta a dolgát, idézőjelben dolgát. Úgyhogy ha kitette volna a sárga megkülönböztető jelzést, vagy akármit, én akkor is feljelentettem volna őket, mert csak akkor parkolhatnak oda ők is, hogyha... Nagyon muszáj. Jönnek az SMS-ek, nagyon jók jönnek, igen, új Marvel hős, Parking Man. Csinálj matricát, Ricsi on board. Mindenki tudja, hogy veled nem szorogozik. Milyen fiatal, kár érte. Te rossz indulatú, sokat bántottak gyereknek, mi ezért tartunk ott, ahol tartunk, írja valaki. Megosztod a hallgatóinkat, Ricsikém. Azt kell, hogy mondjam, hogy igen, a leghosszal engedjétek össze Ricsit. Na.
Jó van, Ricsi, figyelj, hát követjük az eseményeket, dobtál nekünk egy e-mailt erről, nagyon jól tetted, hogy minket is megkeresed. Írjál már, ha van fejlemény, mert erre most azért zárójelben kíváncsiak vagyunk, hogy mi a helyzet ezzel, jó? Hát vagy van bármilyen más ügy, amit jelentesz. Vagy ha megint beleszaladtál valahol egy maflásba, írd meg azt is, hogy valahol bunyóba kevertek, megvertek, mi történt. Utalunk félre ugye látni dolgokat, de jelentkezem, ha. Jó. Látjátok, mennyi munka van benne, hogy a kis ember is igazságot szolgáltasson, de csinálja csak. Írja Szala, és igaza van. A te széles vállalja nyugszik az egész jogállamiság. Igen, ez már a lekosz? Heti rovatot Ricsinek. Így van, Ricsi, veled vagyunk, ez a kis ember harca. Vívd meg a harcunkat, Ricsi. Sziasztok, ez csütörtök, és a Ricsi jelent rovatunk. Ricsikém, bármi történik veled, az e-mail címünket tudod, írjál. Ha támogatás kell, segítség. Kedvencek közé tegyetek el, és akkor tudjátok, hogy én írtam. Ja nem, de írd alá, hát nem a sok közé, hát a Balázsikos e-mail címre küld, csak írd alá, hogy tudod, az a Ricsi, vagy Ricsi on board, tudod, ezt így aláírod, mi tudni fogjuk, hogy már a fejlemény van az ügyben. Már jó? A köztelőteseknél és a BRF-kánál is a kedvencek között van. Igen. Szerettem volna hozzászólni SMS-ben, de nem merek, mert feljelent törőjétek a számom, nehogy kinyomozza. Figyelek, úgyhogy óvatosan mindenki. Ma parkolsz valami, erre Ricsikém, mi belváros, 5. 6. kerület? Most 9. kerületben vagyok, szabályosan meg tud találni lekopogon. Hát azért 10 000 forintot bánta, és ebből a szempontból nekik igazuk van, nem? Tehát azért az egy jogos dolog. Be van készítve ez minden nap ide táskába, hogy ha ilyen van, akkor... 10 000 forint. Nem Ricsi választotta az igazságot. Az igazság választotta Ricsit. Ó, te szép panci. Tudod, hogy egy igazi hős állít maga mellé. Jó, mit te szeretnél? Ez legyen a kocsidó, Ricsi. Így van, hátul, a rendszámtábla fölött. És a Ricsi on board. Jó van, Ricsikém, vigyázz magadra. Jó, aztán óvatosan, ügyesen, írjál, van fejlemény. Ez közös harc, ez a mi harcunk, ezt együtt vívjuk. Térdre a közterületesekkel. Ők se parkolhassanak máshogy, ha minket szívatnak. Hát szabály a szabály, hogy ők is mondták. Így van, Ricsikém. Így van. Ricsi for Justice. Ez így írd alá. Vigyázz magadra. Köszi, csáó. Szia, Ricsi. Hello. Csáó. Te. Erre most még rádobjuk Alekot. Meg, hogy munkamával csütörtöket. Kimaxoljuk. Kimaxoljuk a csütörtöket, gyerekek. Szerintem nem a szomszéd pofonja volt az utolsó. De nem, Ricsi élettörténetében tényleg benne volt, igen, hogy azért beleszalad, el is mondta, hogy beleszalad. Hát ebben még nem ez volt az utolsó. Lesz. Nyilván abban is megtörténik a feljelentés, de hogy nem ez volt az utolsó. Szerintem de harcoljon csak, Ricsi, így van, harcoljon csak, és mindannyiunkért harcoljon. Szerintem ő taxis, gyerekek, és ha te oda beszállsz. Azt mondod. Ott nincs olyan, hogy oda mész, ahova akarsz. Igen. Na jövünk, mindjárt folytatjuk Alekosszal, mert hogy Alekosz ugye közzétett egy baromi érdekes posztot decemberben, luxus tinit keresett, elképesztő megosztás, elképesztő like szám, akkor felhívtuk Alekoszt, és mondtuk, hogy jöjjön már be hozzánk, tegye meg nekünk, mert szívesen beszélgetnénk vele, hogy mi lett a poszttal, hogy lett-e lány, hogy egyáltalán találte magának valakit, a poszt szenzációsan volt megírva, ugye akkor mi rácsörögtünk, és elérkezett a nagy nap hosszú egyeztetés, egyfajta Trump Kim Jong-unos tárgyalással különböző technikákat bevetve egyeztettünk időpontot Alekosszal, úgyhogy ma megérkezett hozzánk, és eljött, bejött a stúdióba, és azt mondta, hogy itt találkozunk. És mi itt vagyunk, perce, és ő is. És itt van ő is, úgyhogy megissza majd az első kávéját Alekosszal, beszélgetünk mindjárt a hírek után, egy perc van pontosan 8 óra. 8 óra után 12 perccel itt vagyunk, hello mindenkinek, jó reggelt, kicsit kevés a közlekedés, sírünk, ez azt jelenti, hogy minden rendben van, az én hangom erre rosszabb, de írjatok. Ezután, hogy Ricsit meghallgatták, vicces, senki nem mert. Sem mindenki vigyázz, bál. A köszönöletesek is nyitottak egy Ricsi mapát, ettől szép az ország, Hekkes Peti, Ricsi, és alig várom Alekoszt. Írja már nekünk egy hallgató, írjatok, van friss közlekedés. Jó, 0-20-3-111-111, ez az SMS számunk, úgyhogy ide írjatok nekünk. Jó, hát ön is tudja, a Hekkes meg Ricsi azért csak felvezetés volt a nagy vadhoz képest. Így van, hiszen hosszú-hosszú egyeztetés után megérkezett hozzánk Alekosz! Hát jó reggelt kívánunk! Szervusztok, üdv mindenkinek is, hogy üdv! Jó reggelt! Hát örülünk, hogy itt vagy, itt már belementünk egy-két dologba. Tényleg 6 cukorral és 2 kanál mézzel iszod a teádat? Igen, de hát nem így a természetes, nem így a finom. Állítólag nem. De hát most akkor ígyük cukor nélkül, minden nélkül, hogy a fanyar ízt érezzük, hogy elmenjen a kedvünk. Hát nem az édes, nem a méz, nem a citrom, amikor érzed az illatát, még a tetejére egy karikát is ráhámozol, hogy amikor az orrodhoz ér, akkor érezd a citrom illatot. Tehát nem ez a jó? Ki mondja, hogy nem ez? Egy kicsit ez ilyen Ovics reás. Szereted az édeset, nincs ez. Nem lehet elég korán rászoktatni a gyerekeket a jóra. Oviba kell kezdeni, bölcsödébe. Megütötte a fülemet. Te a teával ízesítesz, nem a cukor. Igen. Na örülünk, hogy itt vagy, hát nem ment könnyen
könnyen ez az egyeztetés. Nem ment könnyen ez az egyeztetés. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy hozzád azért így fel kell kötni a nadrágot, ha az ember el akar jutni hozzád, vagy egyáltalán be akar kerülni. Hívott itt téged, Laci, Juli, itt mindenki hívott a leg, tehát te megvártad. Megvártad, amíg a csúcs találkozó megtörténik. Amíg egyeztetünk. Hát nézd, most a Szijjártó Péter se beszél, mit tudom én kivel. Tehát azért, tehát na, én szerettem volna, hogyha te hívsz föl. Ennek a rádiónak ti vagytok az arcai. Mind a hárman ismertek vagytok, de hát ugye mi a való világ, meg a minden. Tehát rádió egy, akkor Balázs, én azt szerettem volna, hogyha te hívsz föl. Meg ezek a casting kérdések, és hát most behívnak valakit egy rádióstúdióba, és akkor utána megkérdezik, hogy miről szeretnék beszélni, akkor adódik a kérdés, miért hívtok be? Mire vagytok kíváncsiak? Mert amire kíváncsiak vagytok, akkor azt majd adásban megbeszéljük. Ugye a hallgatók nem tudják, hogy Juli szerette volna azt lekasztingolni. A kasztingálunk annyit jelent, egyébként Ricsi is le volt kasztingolva, vagy végzünk egy ilyen előbeszélgetést, hogy milyen történetek vannak, hogy mi valamit megkapunk leírt formában, hogy legyen egy-két konkrétum, mik az aktuális történések a lekkal kapcsolatban. Tehát van egy ilyen kvázi felvezetése, hogy mi mindig úgy beszélgessünk egy vendéggel, hogy már tudunk róla valamit. Alek azt nem engedte magát lekasztingolni, tehát Juli helyre tette, hogy majd adásban ne lőjük el ezeket a dolgokat. Ez nem lehet lekasztingolni. Mielőtt elkezdtük ezt az adást, arról beszéltünk, hogy ez úgy néz ki legalábbis az a gyakorlat, hogy te fölteszel nekem egy kérdést, és ahogyan én válaszolok, amit mondok, az a te fejedben, a ti fejetekben mindjárt 10 kérdést szül, fölösleges a casting. Hát itt szó-szót követ, és megy minden magától. Értem, hát én nagyon beszélgetek. Hát most milyen rabolyátok egy nagyjából igen, magyarul igen. Megjött a kávéd, ez Megkülönben sokkal izgalmasabb is így csinálni szerintem. Ha én rádió stúdióban lennék, és köszönöm szépen, és vezetnék egy ilyen műsort, én biztos, hogy nem castingolnám le az embereket. Egyszerűen csak belőlem, kire vagyok kíváncsi, ki érdekel, kit tartok érdekesnek, behívom, és akkor az egész hangulat, atmoszféra teremtődik. Tegyék meg a stúdióba. Ne előtte. Hát köszönjük, most nagyon köszönjük. Hát picit. Ez folyamatosan fejlődik. Egy év után. Viszont érkezett valami. Érkezett egy kávé. Ez az életed első kávé, amíg nem iszásra hát, a kávé? Nyilván a nem első, mert amikor randevúk vannak, akkor beülünk egy lányjal kávézókba ide-oda, és akkor egy-egy cappuccino elmegy. De én arra az igazi klasszik kávéra gondoltam, ami fekete, cukorral, tej nélkül, talán még cukor se kell bele, tehát ez a pörkölt, amit lefőznek. Egy presszót hozzatok egy presszót meg. Egy habos cappuccino. Kiírtad a Facebookra, hogy jössz, Aleki? Nem posztoltam ki, mert jelen pillanatban le vagyok tiltva, a tiltás alatt vagyok. Mivel húztad ki egy ufát? Mit csináltál? Egy kommentel. Hát most itt vannak a kommentelők, inkább fröcsögőnek hívom őket. Tehát most engem már akasztani akarnak, gázkamrába küldeni, mindent akarnak velem csinálni. Én ezeken jól szórakozom. De amikor én visszareagálok, nem közönségesen, nem vulgárisan, hanem csak úgy határozottan megírok valamit, rögtön jelentik, természetes, hogy jelentik, és a Facebook akkor levesz. Engem már legalább 8-10-szer, és az a baj, hogy ezek már a 30 napos kategóriák letiltanak. Uh-huh. Tehát és Facebook... most 30 napig vagy tiltva? Már csak egy napig, tehát holnap fognak feloldani, úgyhogy kész. És mi volt, hogyha nem titok, mi volt a komment, ami durvát írtál? Annyira nem. Volt egy várandós anyuka, aki nagyon-nagyon csúnya, ordenáli módon firtatta az én dolgaimat, és én megkérdeztem tőle, hogy hát nem szégyeni magát? Hát az utód ott a hasában, nem sokára megszületik őt, és majd erre a beszédre fogja tanítani? Mert tehát valami ilyesmit. És ezt letiltották. Hát valami ilyesmit. Hát, akkor jelentesz, ugye? Aha. Mert az anyuka jelentették, hát, igen. Meg sokan, tehát itt a jelentés és számának is van jelentősége. Tehát ha valakit ezre jelentenek, az a Facebooknak gyanús. Rögtön leveszi. Tehát nem is kell, hogy a poszt olyan, vagy a komment, vagy valami olyan kirívó legyen. Az jelentések száma is dönt. Miért irritálhatott ennyire az embereket szerinted? Téged vagy nagyon kedvelnek, és tudnak szerinted veled röhögni rajtad, és értik a te jelenségedet, és jól szórakoznak, vagy fölrobbantod őket, és mindenki megőrül. Miért lehet ez szerinted? Bizonyos típusú humorhoz intelligencia kell. Magyarországon nem sok van, és nem ismernek engem, nem értenek engem. Különben a jó színészekre jellemző ez, akit nem tudnak hova tenni, akit nem tudnak elhelyezni, akit nem tudnak megfejteni, arra haragszanak, mert ők is olyanok szeretnének lenni, de nem tudnak, és ezért inkább elkaszálják az embert. Ha viszont megértik az embert, és rájönnek, hát ez egy érdekes kérdés. Mert te pont azon a határmesdjén mozogsz, amit nem tudunk eldönteni, hogy játék vagy a valóság. De ebben ez a zseniális. Szerintem ennél elapható dolog nincsen. Tehát aki azt írja, hogy határozottan egy pöcs vagy Alek, az valójában olyan szeretne lenni, mint te. Bocsánat, nem. Én ezt egyszerűen meg szoktam oldani. Mi volt a komment? Alekosz, te határozottan egy pöcs vagy. Jó, akkor jövök én. Miért? Ez a válasz. Igen.
Miért? Mindjárt megírja. Jó, várjuk meg. Nem kell túlmisztifikálni. A labda fel van. Nem kell túlmisztifikálni, meg kell kérdezni. Miért? Fejtse ki. Nézzük a posztodat, amit kiraktál december 19-én. Mi ezt beolvastuk. Tehát innen indult, hogy egyet hívjuk meg, és ezt mondom. Mi ezt nagyon szeretjük. Ugye luxus karácsony velem, luxus tinit kérek szentestére. Ugye így szólt a poszt. Most nem olvasom fel az összeset, csak ugye, hogy miről szól. A csillogás csupán egy karnyújtás, jelentkez, ne félj, 18-45 éves, meg nem értett luxus tinik jelentkezését várod. A szüleitől nem azt kapott karácsonyra, amire vágysz, szólt a poszt, nem arra, hogy otthon jöjj, légy velem, tőlem mindent megkapsz, amire vágysz, fekete fehérrel, Adidas melegítőt megkapod, szeretnéd barátnőd előtt felvágni kártya gyűrűben, pakorában parfümmel, légy velem, tőlem mindent megkapsz. Fekete fehér Adidas melegítőt. Tőlem mindent megkapsz. Micsoda, rajtad is az van szürkében. Országosan ismert és elismert sztárként valóra váltom a vágyaidat. Töltsd a szentestét a királlyal, Magyarország legismertebb emberével, és 25-én ráadásként iPhone 7-tel ajándékoztam. Ezen sírtam, könnyen folyt, annyira rogta. iPhone 7 internet előfizetéssel. Hát természetesen. Hát úr vagy. Hát ki az, aki ennek ellen? A lányok szeretnek internetezni. Hát persze. Hát nem lenne internet, nem is lennének olyan csinosak. Azért szépek, mert van internet. Ha úgy érzed, hogy vár a csillogás, csupán egy karnyújtás, jelentkezz, ne félj. 2020-on a megoldás Alekosz. Mi lett a poszt eredménye? Hogy zárunk? Jelentkeztek? Meg nem értett luxus tini. Jöttek a luxus tini. 47 éves magyar tanárnő gondolta úgy, hogy érdekli ez a dolog, és ő vállalta be. Nem mondott komolyan. Hány éves? 40? Egy 47 éges, hello, 7 éves. 45-ig volt meghúzva a határ. Igen, tudom, de az ő intelligenciája, meg az, hogy ő magyar történelem tanár, ez rám is hatást gyakorolt, hogy ő meglátta a posztban az intellektust, az intelligenciát. Ő mögé látott a humornak. Tudjátok, mert ugye magyar tanár, tehát neki tetszettek a szavak, tetszettek a mondatfűzések, az összetéte, meg tudja állapítani tanár. És ő ezt nekem elmondta, hogy őt nem az ajándékok, nem az Adidas melegi, nem a parfüm érdekli, de megkapta? Ő nem kapta meg, mert ő mondta, hogy ezek őt nem érdekli. Én sem érdekeltem. Én megkaptam őt, ő is megkapott engem. És átjött karácsonykor 25-26, két ünnep között. 22-én már volt egy randevú, illetve 25-én is. Ja, csodálatos volt. A csajokat. Van egy fix helyed, ahol randizol, vagy lenyomozod, hogy mit szeret? Nem, én nálam szeretek. Nálam. Milyen lényegre törő? Kit érdekel a Margit sziget? Figyelj, nálam abból a pohárból iszunk, amilyenekből én szeretek, annyit, amennyit én szeretek, olyan zenét hallgatunk, amilyet én meg a lány szeret, nem feszélyez senki, nem zavar senki, nem kell autogramokat osztogatni, nem fotóznak, újságírók nem vadásznak, teljesen nyugodt körülmények egyébként között tudunk egymásra koncentrálni. Te paranoiát, hogy vadásznak. Nem üldöznek annyira, mint a királyi párt, de azért, ha valahol meglátnak, akkor mindig oda jönnek. Na és akkor bejön egy 47 éves magyar tanárnő, leveszi a kabátját, lesegített, felakasztod, fölraksz egy kis, nem tudom, Beatles-t, vagy nem tudom, mit hallgattok, és akkor elindul egy beszélgetés? A szexualitás tetszett neki, ugyanis ő azt félte felfedezni ebben a posztban, hogy az egész a szexualitásról szól, és hát egy magyar tanár, mint általában, elfojtott szexuális vágyakkal rendelkezik. Őt beindította ez, mert ő neki lejött az, hogy itt nem az igazit keressük, hiszen azt én már megtaláltam. Nem, hát ez a poszt nem arról szólt. Itt konkrétan esztétikailag kellemes hölgyekkel szeretne Alekosz érintkezni, és ő ezt vette. Uh-huh. És működött. És van egy ilyen, hogy akkor ő az első randi még hazamegy, vagy akkor te már... Nem, odaadta magát, mert ő is vágyott erre. Odaadta magát. Ő is vágyott erre. És akkor egy közös ott alvás azonnal? Hát azért nem lopod a napot, Alek. Csak hát azért az... volt szó alvásról, hát, nem? Nem, hát azért előtte ivászat, zenehallgatás, ugye a hangulat megteremtődik, aztán szex, sokáig, több órán keresztül, 4-5 órán keresztül, közben ivászat, közben szivar. Neked is? És szivarozol közben? Hát igen, szivar, konyak, mászkálok ott a lakásban. Alsógatjában? Nagyon sok alsógatjás képe van a Facebookon. Van olyan, hogy alsónadrágban. Főzöl alsónadrágban, ráadásul fecskében, amit hát... Érdekes, viselet. Igen, hát még régen hordtál fecskét. Igen, régen hordtam, de én is túlléptem ezen a dolgon. De... Te fecskében nyomod, és akkor ott lejtesz egy ilyen kis hímtáncot fecskében. Apropó fecske, van az a kép, amit nagyon sokan szeretnek belinkelni, amikor én alsónadrágban, nyakkendőben, boros pohárral a kezemben a való világban. Biztos ismeritek a képet. Na most ez egy tipikusan az a kép, ahol Alekosznak a humora megjelenik. Ugyanis, ha megnézzük a részleteket, akkor nem egy közönséges embert látunk alsónadrágban, és itt a pohár árulja el, ha megnézzük, hogy fogja Alekosz a poharat, hüvelykújjal, mutatóújjal, középső ujjal, kis ujj eltartva. Tehát szomeliéket meghazudtoló módon, tehát szomeliéket erre tanítják, hogy így kell. És akkor szídnak engem olyanok, akik meg marokra fogják a boros pohárnak az öblét. Uh-huh.
Tehát azért itt abban a fotóban nagyon sok minden van. Az nem egy közön, az inkább az egy művészi fotó. Tehát más országokban, ahol a bulvárt színvonalas bulvárnak nevezik, ott Alekosz, hát ott... De nem alsógatyában vártad, tehát nem alsóban voltad. De, hogy nem. Is, inkben nyakkendőben, egy magyar történelem tanár, tehát miben mégis. Ő is kosztümben volt csinosan. Kiszabadult a szellem a palackból? Ez a fajta elfogadott szexualitás? Van róla fotó, ha érdekel, elhoztam, megmutassam. Hát persze. Nagyon kíváncsiak vagyunk. És volt egy kis beszélgetés, én történelmi irodalom, vagy egyből a tárgyra tértél? Kicsit belementünk azért a politikába, meg a történelembe, de csak azért, hogy úgy fölmérjük egymást, hogy most mégis... Ez már a te lakásodban készült? Ez, ez már ott. Ez már a te lakásodban. Ez már ott. De milyen művészi festmények vannak? Tímeának hívják, és hát ő lett nem a luxus róla Tímé. Nem mondj róla Tímé. Nem mondj róla többet. Hát ő gondolta úgy, hogy ő ezt... Egyébként írtak, nagyon sok levelet kaptam. Legalább 1000 levelet. Még most sincsen nagyon sok megnyitva, mert annyi van, nem fogy el. Körülbelül 1000-en jelentkeztek, azért ez érdekes, 1000-en jelentkeztek egy ilyen posztra. És itt az a gond, hogy szép lányok jelentkeztek, fiatal lányok, tini, tényleg luxus tinik jelentkeztek, de komolytalanok, messze laknak, képes rám írni Debrecenből, Nyíregyházáról, hogy holnap találkozunk, mondom, hogy? Hát föl se tudsz jönni. De mi volt komolytalanok? De azt nem jutott eszedbe, hogy te mész hozzá, ugye? Hát a luxus körülményeket csak így tudta nekik nyújtani. Komolytalanok, tehát tényleg itt a szépségi, tehát a szépség dönt. Egy szép lány az mindig rosszul választ, és mindig rosszul dönt. De miért kell neked iPhone meg melegítőt ajánlani? Nem gondolod, hogy tudnád csinálni, hogy nem ajánlasz semmit, nem? Vagy, mert nekem ez úgy tűnt, hogy oké, keresek csaj, de azért jöjjön a csaj, és tudja, hogy kap valamit. Te vagy elég? Vagy az nem elég, ez, hogy te mit alakoz? Nem, ez a humorról szólt, ez a mérhetetlen cinizmusról és a mérhetetlen iróniáról szólt, arról szólt, hogy... Közben ez a csajosztál, szóval mondjuk, igen, hogy irónia, de azért aztán... Igen, ezt nem. A múltkor ezt nagyon jól mondhat, hogy ez egy kétélű, tehát két pengéről szól ez. Tehát úgy voltam vele, hogy menjen nagyot a poszt, de hogyha valaki bedől, akkor ám legyen, én is jól járok, mert megkapom. Te most miből élsz, Alek? Mit csinálsz? Vannak megkereséseid? Elmész fellépni? Miből teremted meg a szivart, a konyakot? Hát édes élet, való világnyeremény, abból már ugye fogyott, jött az édes élet, voltak műsorok. Még a való világnyereményedből még hát van, tényleg? Mennyit nyertél? 12 millió forint. És még meg van? Hát milyen takarékos vagy? Jó, hát nyilván hát az nagyjából 10 millió forint. Na, 10 éve volt. Utána jött az édes élet, tehát az Évával majdnem 2 évig csináltuk a havi 1 millió forintokért. Ott nagyon sok pénzt föl lehetett halmozni, és én tényleg ezeket megbecsültem, félreraktam, nem nagyon költek. De ez azt jelenti, hogy most nincs munkád, vagy most nem keresnek, hogyha abból kell élned, akkor ilyen pillanat. Mit csinálsz? Hát a múltkor, amikor valaki betelefonált, vagy beírta, hogy van ez a budaörsi security, tehát ahol én vagyok a portán. Ez valós, tehát van egy security cég, engem ott a vezetőség ismer, tudják, hogy profi vagyok, megvan a vizsgám, fegyvervizsga is, és akkor ez úgy van, hogy ott van egy stabil mag. Úristen, van fegyvervizsgád? Nyugtass meg, hogy nincs fegyvered. Van fegyvered? Nincs. Na és van ott, és egy stabil, valamit? Van ott egy stabil tag, viszont mindig vannak linkek, kiesések, nem jön be, bejön 2 napig, aztán eltűnik, tehát nem megbízható a csapat. És ezek a vezetők engem ismernek, akik a security-t csinálják. És akkor beszoktam menni, nem mindig, de egy héten egyszer-kétszer bemegyek, és akkor ott elég jó pénzt lehet ezzel keresni. Hát inkább ott tehát, ez az állandó. Hát úgy nagyjából. Hát jó, hát nyilván... De akkor voltál agyat kivizsgáltatni, hogy azt is posztoltad, volt egy ilyen posztot, hogy... Hát az a legnagyobb volt. Mész, mit csinálsz? Agyvizsgálat. Agyvizsgálatra mész. Hát az a legnagyobb megtalálták volt. Megtalálták, Alek? Kérlek szépen, nekem mindig én mindig megkapom kommentekben, Alekosz, orvos látott már? Alekosz, menj a pszichiátriára, kár, hogy bezárták az opnit, Alekosz, beteg az agyad. Mit csinált Alekosz? Semmi gond. Menjünk el agyvizsgálatra. Azért, hogy legyen egy kézzel fogható amnezis, egy diagnózis, azért, hogy amikor jön a komment, hogy Alekosz orvos, látott már? Igen. A Blik címlapot, amikor ez megjelent, belinkelem, és odaírom, igen. És mi volt mit vizsgáltak, hogy vizsgálták, és mi lett az eredmény? Többen is. 2-3-an vizsgáltak, elég sokáig vizsgáltak. Nem találták mi? Megállapították, hogy morbus tudattal rendelkezem, ez a morbus tudattal. Ez azt jelenti, hogy a paciens nem ismeri föl a saját betegségét. Tehát nem képes elfogadni, nem képes rájönni. Nem mondom, hogy ez egy téves diagnózis, tehát hogy te tudják, hogy beteg vagy, de te nem tudod, hogy beteg vagy. Igen, a paciens nincs tisztában a betegségével. Tehát nem képes fölmérni, fölfogni, elfogadni, és ezt mondták ott nekem. És tesztet csináltak, vagy... Beszélgetés volt. Több órán keresztül
faggattak, firtatták ezt a kérdést. Mondtam neki, hogy hát itt több ember, több millió ember azt állítja, hogy nekem nincs rendben az agyam. Hát kérem, akkor vizsgálják meg, hogy most akkor tegyük ezt helyre normálisan, hivatalosan, szakszerűen most akkor rendben van az agyam, vagy nincs? De akkor azt mondták, hogy nincs rendben. Azt mondták, hogy akkor nincs rendben. Hát azt mondták, hogy... Hogy te nem tudod, hogy beteg vagy. Hogy én nem tudom, és ezért kár is nekik bármit mondani, mert úgysem tudom, hogy mi hát a betegség. De most már tudod, hát, hogy neked morbusod van. Hát azt tudom, mert na, ezt mondták, de akkor hogy... Akkor megvan, akkor beteg de én nem érzem úgy, hogy beteg volnék. Nézd az SMS falam. Picit kisebbségbe szorultál ebben a kérdésben. Valaki úgy szeretem, hogy te ilyen vagy. Szerintem te tök zseniális figura vagy, és azért egy ilyen országnak kell egy ilyen figura. Nyilván megosztó vagy. Nyilván nagyon sokan írnak, hogy úristen, lealkítják, elkapcsolnak, nem bírnak. Nyilván nagyon sokan hallgatnak azért, mert egyébként nem bírnak, és kihúzod a gyufát, de azért még akarja, hogy beszélgessünk. Na jó, hát azért a fölvezetésben itt hallottam, hogy te azt mondod, hogy lehet, hogy most olyan hallgatókat elveszítünk, akik a bulvárhoz nem annyira, na de igen ám, viszont amit mi most itt csinálunk, én erről azt gondolom, ezt úgy nevezik, hogy színvonalas bulvár. Aha. És ezt nagyon komolyan mondom. Azért itt van ez a színvonalas bulvár. Köszönjük szépen. Ezt, tehát az én posztjaim, az én megnyilvánulásaim, ha valaki azt megnézi, az sohasem közönséges, sohasem trágár, sohasem csúnya, sértő, bántó, tehát az színvonalas bulvár. És az, hogy most a bulvár sajtó ebből csinál egy sok esetben egy ilyen hülyeséget, förmedvényt, és akkor az emberekhez úgy csapódik az le, arról én nem tehetek. Nézzük meg a nyersanyagot, és akkor az alapján dönts el mindenki. Csak sajnos a nyersanyaggal nem találkoznak az olvasók, mert a bulvár azért eléggé elferdíti, elgörbíti, tehát azért tudjátok ti is, hogy van ez. Kövessenek be a Facebookon, és akkor látják a valót, ugye? Na, valamikor még akkor sem értik. Naponta mostatod még a kocsidat? Minden nap? Most is tiszta, csak kicsit nyálkás az idő, ilyenkor nem nagyon szeretem, de... Nálad az napi rutin, minden nap? Hát, ha nem is napi, de két napi igen. Belső, külső. Ugyanúgy vagyok a kocsival, mint a lakással. Akkor szeretem, hogyha rendben van. Belső, nem csak külső. Belül nem koszos. Hát nincs, aki koszt csináljon benne. A magyar tanár hallgat minket egyébként? Tudja, hogy... Szerintem igen. Tudja. Igen? Tegnap este találkoztam vele. Engedélyt kértem, engedélyezte, hogy beszéljek róla. Tudja. Semmi gond. És akkor ez egy folyamatos kapcsolat. Ez egy kapcsolat, nincs vége, ez nem egy ilyen karácsonyi kis kufircolás volt, hanem hosszú távra tervezte? Nincs vége, üzletasszony is, és akkor ő látta bennem a fantáziát, és akkor úgy gondolta, hogy az ő üzletébe, amit ő csinál, abban engem most bevesz. Mi és csinál? Akkor egy üzleti vonalon indultunk el. Ne csináld! Te leszel valamilyen termékarca, vagy valamit válasz? Nem. Teljesen más jellegű üzletekről van szó. Oh. Finom is játék? Nem. Folytatjuk ezt a kérdést, kapcsolatban maradunk. Drága hallgatók, ha van kérdés, Alekosszot nyugodtan, 063-111-104 az SMS számunk. Jövünk mindjárt, jól küldjetek a kérdéseket, mi pedig mindjárt folytatjuk Alekosszal. 3-4-9, ez pontosan 4 perc múlva itt vagyunk, és folytatjuk a beszélgetést Alekosszal. Gyorsan előtt egy közlekedési ír, teljes dugó és zárás van az M0-áson, a 4-es után az M3-as felé kaptuk SMS-ben. Ákostól Ákos, köszi, drága vagy, hogy elküldted, köszönjük szépen. Milyen időnk lesz, Ferenc? Úgynevezett hideg párna van az ország. Hideg párna. Csak legyen hívják. Pici csapadék vagy bármi, ami esik. Nem lesz, csak hideg párna. Hideg párna. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentést és az ön biztonságos síelését a biztosítás.hu Kft. Támogatja. Biztosítás.hu, a biztosítások magyarországi kiinduló pontja. Igen, itt valaki kérdezi ezt az M0-as 4-es után, igen, ez egy teljes útzár. Na, mi pedig Alekosszal beszélgettünk, és hát nagyon sok pozitív, nagyon sok negatív kritikát kapunk mi is, te is, de nagyon sokan szeretnek közben Alekoszt ér polgármesterén, kéri egy hallgató, nincs kérdés, mindegy, mit csak meséljen, zseniális. Mr. Bordás van, december 15-én lenne. Lehet bántani Alekoszt, de itt vidéken sokan nem tudnak ennyire intelligensen, kulturáltan, tudatosan beszélni. Imádlak titeket, srácok, szuper, a műsor Mr. Morbusra. Nagyon jókat küldenek. Alekoszt, nagyon jó, szeretjük. Full agyhalott, de ez zseniálisan eladott agyhalottság. Nagyon jók vagytok, és köszi, hogy ezt bevállaltatok. Végre egy intelligens szórakoztató egyéniség, bár csak állandó rovata lenne. Én szeretem Alekoszt, eszméletlen nagy szókincse van, és humora. És megtaláltam a Facebook osztodat, ahol te ugye a morús tudatodat tehát kiposztoltad. Igen. És ugye azt írják, hogy alakilag épp, tartalmilag egocentrikus, narcisztikus színezetű gondolkodás, felkelthető, terelhető figyelem. Ezt meg te vagy az, alakilag épp. Ez volt az ambulás lapodon, amit befényképeztél. De nem ez a legcsodálatosabb? Nem ez a legcsodálatosabb? Tehát nem ez a legjobb, amikor valaki ilyen? Alek, az én szerintem neked ez a feladatod, hogy az emberek jól szórakoznak, nem is kell téged megfejteni, meg nem is kell a dolgok mögé látni, egyszer nézzük az posztjaidat, röhögünk, és ennyi a lényeg. Alek, az te magad vagy morbus. Tehát akkor hallgatják az adást. Még hogy nem izgalmas a műsor Jáksó László szerint. Tehát szerintem nincs igaza.
Hát ezt... Engedd el. Nem is, de drága vagy, de nem is mondunk. Még, hogy nem izgalmas a műsor. Polgármesternek akarnak választani. Figyelj, gyúrsz, vagy lejársz koliterembe, mozogsz egyáltalán valamit, csinálsz bármit? Vagy csak a konyak és a szivar semmi? Nem, hát a Churchill mondta, hogy ő semmi sport, no sport egyáltalán. Tehát igaza volt. Én nem szimpatizálom azokat az embereket, akik tornaterembe járnak. Helytelenül teszik. Helytelenül teszik. Igen, nem mennek vele semmire. Egy dologért irigylem őket. Valami okból kifolyólag, amit még nem nagyon fejtettem meg, a legjobb csajok őket akarják. Mi lehet azokkal? Bűnözők. A bűnözők. Gondolj bele, miért akar erős lenni? Miért akar erőszakosnak látszani? Miért akar mindenkit már az utcán mindjárt megverni? A autóból miért akar kiszállni egy elnézett index miatt? Miért akarja lenyomni? Miért akar nagy lenni? Kicsit mert bűnöző. Bűnöző. Nem, erőszakos. Aki terembe jár, az bűnöző. Igen, mert erőszakos. Tehát miért akar nagy karokat, nagy mellett, nagy karokat? Vagy jogázik, annak vagy bármi. Annak akarja. De azt se csinálod. Tehát effektíven te nem. Tehát magáról a sportról azt gondolod, jó, a futással, a szaladással egyet értek, de úgy mással különben nem. Tehát akinek vastag a karja, az bűnöző? A bűnöző, ráadásul akkor megnő a felület a karon, és már mindjárt tetováltat. Hát akkor, meg aztán, meg... akkor meg aztán nincs kérdés. Ja. Ne, a tetkósokkal is bajod van. Aki tetováltat, az bűnöző, de nem is lehet más. Feleségem, tele van tetoválással. A Viki és én ketten tetováltak vagyunk. Hát nézd, nem ismerem az üzleti ügyeidet, de lehet, hogy ez valami elfolytott tudatalatti bűnözés, ami még nem jött fel színre, lehet, hogy majd kibukik egy-két év múlva, nem tudom. Csak. Egyszer csak. Minden esetre az előjelek már megvannak, hát látom, itt föliratok vannak, különböző figurák vannak, szörnyű. Nem is magyarul látom. Hát, de miért nem magyarul? De miért nem ilyen nyelv? Magyarul van. Ez magyarul van, ez nincs magyarul. Van, kicsik a betűk, nem lehet elolvasni. Csak nem tudsz olvasni. Ahogy öregszel és ráncosodik a bőr, akkor még jobban összemennek a betűk. Miért volt erre szükség? Hogy a bűnözőségemet próbáljam leplezni vele. Én annyira tudtam, hogy téged meg kell hívni. Annyira tudtam. Hatalmas figur ez az a szegem, nagyon szimpatikus, jó, hogy meghívtátok. Nézzünk egy-két konkrét kérdést, Alek. Jó, mi jött hozzá? Konkrét. Van külön autós cipőt már, mint hogy nem a kárpitot szennyezett, tudod, ami van a japánoknak, hogy külön cipőben vezetnek. Mert ugye te tudod, tudjuk róla, hogy tisztaságmániás vagy. Hát külön nincs, mindig ki van boxolva a cipőm, most is ki van, és amikor beszállok az autóba, nem úgy szállok be, hogy beteszem az egyik lábamat, hanem először fenékkel ráülök az ülésre, kint a két lábamat összecsattogtatom kétszer-háromszor, hogy lemenjen róla a kosz, és úgy helyezem emelembe a pedálokhoz. Én azt gondolom, hogy ez közös téma lenne azért Janival. Hát na, te most ez az első olyan dolog, amivel maximálisan egyetértek. Te csak pozizol. Pontosan, hogy így szoktam. Az első? Így szoktam. Az, hogy ugyanúgy tapsolok a lábammal, hogy lemenjen róla a kosz. Kicsit tapsikon. Van neked is tiszta az autót, gondolom. Egyébként igen. Milyen autóval rendelkezel? Egy Hondával. Hondával. Melyik a sportváltozat, vagy a terepjáró változat? A SUV. Azt nem ismerem, ilyen fantázia neveket nem ismerem. A csísvaterepet. Tehát akkor nem azért vetted, mert sokat jársz sárban. Nem. Tehát azért, mert az egy ilyen akkor nagy... bűnöző! Mert nagy a kocsi. Végül is igen. Végül is igen. Nagy kocsis bűnöző. Ráadásul, akinek nagy autója van, az még arrogáns is. Hát amikor állunk egy pirosnál, és kompenzál. Most én jövök, hát amikor állunk... félek le a mélygarázsban. De csak vissza kell adnom, nem az enyém. Biztos láttátok ti is. Beálltok a piros lámpához, mellettetek egy nagy terepjáró. Micsoda arroganciával néz az át a kis autósra, így lenéz benne. Például most terepjáróban én nem nézek arroganciával, én csak úgy átnézek. Na jó, de te sztár vagy, hát ne viccelj, nyilván nem. Hát most az teljesen sztár. Sztároknál teljesen de más. De belül arrogáns, ugye? Belül csak nem úgy néz, de különben arrogáns. Nem volna sztár. A sztár mindig arrogáns. A sztár mindig arrogáns. Nézzünk gyorsan még egy-két kérdést. Ha valamiben hiszel-e önmagadon kívül, Isten, sors, bármi, létezik-e ilyen neked, hiszel-e bármiben magadon kívül? Nyilván magadban nagyon kell. A számítás technikában, a kvantum számítógépet, tehát a technikai fejlődésbe hiszek, másban nem nagyon. Tehát a technikai fejlődés az nagyon komoly téma. Az eldönt vallásokat, eldönt intelligenciát, kultúrát, bölcsességet. Sokan azt hiszik, hogy az emberek bölcsek, nem bölcsek, mert még nem találkoztak kvantumi szinten lévő tudással. A kvantumi szinten lévő tudás fölülírja a bölcsességet, ott nincs. Gyerekek, mi a vélemény, csak hogy témát váltsunk, a latex ruhát viselő lányokról, nőkről? Nem nőies, nem kell állarcba bújni, nem kell eltakarni a bőrt, főleg, hogyha fehér. Miért van rá szükség? Nem kell ez a sikamlóság, nem kellenek olajok, nem kell bekenni sikosító, nem kell, semmi nem kell. Fehér bőrű lányok kellenek, ártatlanul, csöndesen, szerényen, simulékonyan, odaadóan. Nincs szükség a bőrruhára, meg a... Kicsit kirekesztő vagy, de jó. Én úgy szeretem. Nem kirekesztő vagyok, csak fölhívom a figyelmet a jóra, ami a sok férfinek nem megy át, sok férfi nincs tisztában azzal, hogy mit akar meg, hogy melyik nő a vonzó. Látja a tévét, a divatokat hallgatja, azt hiszi az a jó, de belül tudja, hogy nem, csak nincs annyi intellektus, hogy magát meggyőzz erről. Szerencsére itt vagy, válasz még fellépéseken? Válasz még fellépéseken? Hát vállalok, de nincs megkeresés.
Mi lehet az oka? Én úgy szeretlek. Mi lehet az oka? Vállalok. De nincs megkeresni. Egy ember van az országban, aki ezt így, ahogy van bele, hogy a mikrofonban, az te vagy a leg. És azért én úgy szeretem. Nincs megkeresés, nem hívnak meg. Nem. Hát annyira szórakoztató nem vagy. Viccel, én már évek óta, tehát nagyjából 10 éve vagyok, 9 éve vagyok sztár. Soha... Nemzetközileg is. Nemzetközileg. Nagyon jó vagy. Sírok. A sztori gálára én még egyszer sem kaptam meg hívót. Miért nem? Már ez egyébként egy jogos kérdés, ha kiszelt ünnepbe mehet, miért nem mehet? Már ő sem mehet be. Már nem mehet be, de már nem nincs sztori gála, azt hiszem most. Hát, hát igen, probléma van körülötte, de miért nem voltam én ott egyszer sem? Ez egy nagyon jó kérdés. Többször feszegettük a Vóko Évával, barátnőmmel, mert őt sem hívták meg, de az ő vonala most inkább most félretenném. Miért nem voltam egyszer sem a sztori gálán, egy glamour gálán, egy olyan gálán, ahova effektíve sztárokat hívnak meg? És amikor megnézzük az adásokat, kik vannak ott, nem is ismered, kik vannak ott, azt se tudod, kicsoda, miért van ott? Hova akarsz bejutni? Mi a cél? Mi a cél? Mi az, ami ebben az évben nagyon szeretnél menni? Hát én azt sem tudom már, mik vannak. Tehát itt, amikor már 5.-6. éve nem kaptam sehova meghívást, akkor levettem a kezem erről az egészről, és már nem figyeltem, hogy mi hol van, merre van, már nem is érdekel tulajdonképpen. Tehát az 5-6 év az engem fölidegesített, hogy ilyen minőségben nem gondoltak tényleg arra az emberre, akit mindenki ismer. Te nem erőlteted rá magad. Ha nem hívnak, nem erőlteted. Így van, nem, akkor nem. Méltósággal kell viselni. Mi van a Kim Jong-unos leveleddel? Írtál neki levelet? Miről szólt? Hogy béküljünk ki? Vagy te meghívtad? Vagy én nem is tudom pontosan. Nem. Hát itt egyébként... Le akartad beszélni a háborúról talán. Egyébként azt hozzáteszem, hogy a válasz nem is, de a térti vevény visszajött, és azért az egy észak-koreai... De várjál, mert ez egy nagyon nagy dolog. Észak-koreai pecséttel és egy észak-koreai ember aláírásával. Tehát szerintem nem sokan mondhatják el az ország. Hogy visszajött egy koreai tértivevénnyel rendelkeznek. Tehát azért visszajött egy észak-koreai tértivevény. Visszajött pecséttel aláírása, ami azt jelenti, hogy átvette. A titkárságon valószínűleg átvette. Ott lapul egy Alekosz levél, akkor az észak-koreai... És azért ez már egy éve volt, lehet, hogy azóta a keze ügyébe akadt. Gondolom, lefordítják neki. Mi volt a leveledben? Én arra már nem emlékszem, bocsánat. Meghívtam őt. Szimpatizáltam vele, meghívtam. Miért szimpatizál az ember egy diktátorral, aki köztudottan azért munkatáborokat tart fent, éhezteti a népét és bebetonozza a saját hatalmát? Milyen szimpatikus vonást találtál? Tetszik a stílusa. Az, hogy ő fehér lovon most ott a csapattal ott belovagolt, tehát mintha egy hollywoodi filmet néznénk, ahogyan föl van véve, és ott tekintélyesen ül a fehér lovon mögötte a slepp, és akkor ott lovagolnak, megadja a módját. Tehát amikor van a vonattal beáll, megáll, van ott egy vörös szőnyeg, és ott 10 cm-t nem térhet el a vonat, mert különben nem száll ki. A precizitás, a pontosság, hát hatalmas az ember. De nem akarsz kiköltözni hozzá? Hát kiköltözni? Gondolod? Nem. Hát figyelj, ha valaki így gondolja, mondja meg, majd megkérdezem tőle, miért. És valóban hittél, hogy választ kapsz? Tehát, hogy valóban volt egy ilyen képzet, hogy mi van, ha válaszolnak? Tehát benne volt a pakliba, hogy azért, vártad a választ? Azért volt számomra ez reális, mert én úgy gondolom, hogy azok az emberek, akik már olyan magas szinten vannak, vagy eljutnak, vagy egyáltalán olyan a típusuk, természetük, személyiségük, mint az övé, azok szeretik az ilyen gurukat, akik a semmiből írnak neki egy levelet. Lehet, hogy kap 5 millió másikat, de arra az egyre odafigyel. Magyarországról, Európából nem nagyon kapott levelet senki Észak-Koreába. Uh-huh. Ki kap Magyarországról, Európából levelet? És beérkezik egy ilyen levél. Magyar nemzeti bélyeggel láttam el. Tehát szerintem erre fölkapja a fejét egy ilyen ember. Hát és visszajött a tértivevény. Hát már az is egy eredmény, igen. Lehet, hogy beérkezett 100 levél, és csak ezt az egyet vették át azért, mert tetszett például a borító, a boríték, a bélyeg. Lehet, hogy ezért vették át. Én hiszek ebbe. Hallgatom, hogy... a Lekosz csúcs, ez a párnás ködös reggelen, magyar töriszakos vagyok, de már kereken 60, bár jókarban, könnyezem a nevetéstől. Jókarban van 60, az csak nem. Hát az még intelligens, szórakoztató, igazi játékos ember nagyok vagytok, hogy behívtatok, kvantum, stb. Falom a műsort. Szilvia küldte nekünk, igen. Hát, látod? És ő egy 60 éves magyar töriszakos tanár. Isten éltesse. Szereti az intellektusodat. Isten hogy éltesse. Hogy állsz a hibással? Ő kedvelem, jó viszkiket. Ez is egy érdekes, tehát engem mindjárt már piás, alkoholista. Bántanak sokszor ezzel, persze, hogy alkoholista vagy? Persze, de hát most figyelj. Ez egy élvezeti cikk. A cigaretta is, a szivar is, az ital is élvezeti cikk. Az ember miért ne tegye? Tehát itt nincs szó minden reggel tüskéket beverésről, alkoholizmusról, remegésről, lepukkantságról, igénytelenségről. Nem erről van szó. Nagyon márkás, nagyon finom italokat fogyasztok, megadom a módját. Hogyha annak a vége a részegedés, az egy természetes folyamat. Hát nyilván az ember azért iszta, nem? Becsicsentettetek a magyar tanárral is kicsit? Természetesen be. És azt is nagyon utálom, amikor a cigarettákon vannak ezek a daganatos, meg gégelmetszett fotók, meg mit tudom, én bemegyek egy dohányboltba, undorító. Miért kell egy élvezeti cikket elrontani? Attól nem fogja kevésbé szívni. Talán még jobban.
Jó, hogy miért vannak rajta ezek a fotók, arra gondolsz? Vannak rajta? Mert le kell rögtön venni, én levenném, én magamat tenném oda, hátradőlve. Úgy van, élvezettel most egy bőrfotelben, hátradőlve, szivarral, konyakkal a kezemben. Miért nem egy magyar, tehát miért nem egy ismert embert tesznek oda, aki azt hirdeti, hogy az jó? Uh-huh. Janihoz is jött egy kérdés, Jani, te milyen mesztelen képeket nézegetsz közben? Ja, dehogy, nem mesztelen, Alekosz posztoló. Ja, mert közben megy a webkamera, és kérdezik, hogy az egyik, kedvenc posztom tőle egy tavalyi poszt, amikor beharangoztat, hogy elmész Kecskemétre egyeztetni a Mercedes-szel, hogy 2020-tól ne kerüljenek be rádiók az autóikba. Hogy ne legyen rádió a Mercedes-ekben? Nem csak a Mercedes-ekben. Jó, hát nyilván a luxusautók. Engem nagyon irritál az, hogy amikor a nagy BMW-k, a Mercik bűnözők ülnek benne, és akkor hallgatják. Nem vagyok bűnöző. Hát nem vagyok bűnöző. Akinek ilyen autója van, ott azért gyanús, penge élete. Tehát ezek 30-40 milliós autók, normális ember ennyi pénzt nem tud keresni. Köszönjük. Tehát azért ez nem így van. De mi van, valakinek van egy jó menő vállalkozása, vagy van egy jó ötlete? Hát ez vagy adócsaló, vagy áfát csal, vagy valamit csinál. Tehát normálisan ezt nem tudja csinálni. Hát nem mondja nekem senki, hát ne viccelj már. Nem lehet összeszedni ma legálisan Magyarországon? Nem lehet, nem. Valamit ott trükközni kell, csinálni kell, és akkor rájön az ízére, akkor még nagyobb bűnöző lesz. A végén meg már maffia, galeri, még nagyobb autót vesz. Nem lehet, tetováltat, konditerembe jár. És a legjobb csajok ülnek be mellé. Engem ez nagyon-nagyon idegesít, hogy tényleg ezek a figurák kapják meg a legjobb csajokat. Kezdj el gyúrni, varass egy tetkót, vegyél egy nagy autót, és lesz jó csajod. De én nem akarok idomulni a nők agyához. A nők inkább fejlődjenek egy kicsit, hogy fölmérjék, hogy kivel állnak szemben. Na, újabb barátaid vannak. Vállalnál egy kerek. Most visszatérve, hogy a kecskeméti téma. Ja, az autórádió. Elfelejtettem, megint tovább. Autórádió. Nagyjából ez. Hogy idegesít. Igen, idegesít, aha, mert hallgatja, dübörög, nem indexel, esetleg bemegyek elé, tehát irritálja, hogy a rádió miatt nem indexel. Nem, én nem indexelek, és akkor ő ugye hallgatja a dübörgő zenét, már mindjárt nem vesz észre valamit, engem nem vesz észre. Sértőnek találja, hogy bevágok elé, kiszáll, meg akar ütni, le akar nyomni, közben a zene meg dübörög, el van torzulva a feje, benne van a zenében, mert ezek nem zenét hallgatnak, hanem tamtam dobos dübörgő ostobaságot. Vállalnál egy kerekasztal beszélgetés. Vagy esetleg Majkát, ami még rosszabb. Vállalnál egy kerekasztal beszélgetés Pataka Attilával, Schmidt Máriával és Fekete Pákóval. Válasz ilyen kerekasztal beszélgetéseket? Mész egyébként? Vagy ha hívnak? A Pataki Attila, figyelj, legenda, tehát tényleg, tehát a Pataki Attila az egy fenomenál krapek. Tehát generációk nőttek rajta föl. Én imádom, amikor a Magyar Tanára különben nagyon sok Eddát hallgattunk. A Magyar Tanára a romantikus 22-én? Mi házibulink nem telhetnek el Demjén Rózsi, Pataki Attila, Szekeres Adrien, Gerendás Péter, Korál nélkül. Okay. Nem telhet el. Tehát a Pataki Attila hatalmas. Mi a sztár fogalma? Hát, igen? Parancsolsz? Mi a sztár fogalma, Alekosz? Mi a sztár fogalma szerinted? Tehát ki a sztár? Mert ugye magadat úgy definiálod, amit én szeretek, hogy ezt egyszer kimered mondani. Nézd, akik itt ülnek, mi azok vagyunk. Minket ismernek. Tehát akit ennyi ember ismer... Én nem hozzá, hogy ne légyek a csipadban. Én így el vagyok, köszönöm. Én imádlak. De miért nem ragaszkodsz hozzá? Hát, meg nem kell ragaszkodnod, benne vagy, érted? Itt vagy, hát, sodrót, ha fönn vagy a hullámon. Itt ülsz. Vagy velünk. 1 millió hallgatnak most. Viszont az 50-es villamossal járok. Hova? Az 50-es villamossal járok. 50-es villamossal jár. A sztárok az 50-es villamossal jár? Én a Baukó Évát is sztárnak tartom, és ő is villamosozik. Igen? Tartjátok a kapcsolatot Évával? Barátok vagyunk, napi szinten beszélünk telefonon, a legjobb barátok vagyunk. Vannak éles viták, amikor egy évig nem beszélünk. Vannak. Mint tudtok összeveszni? Politika, közélet, hakni? Nem, önzőségen. Tehát önzőségen. Én is önző, makacs vagyok, ő is. Engem megbeszéljük, hogy fölhív, nem hív föl két napig, megsértődök. Vagy esetleg az Éva nagyon intelligens, és tudja, hogy mindig oda szúr, ahol legjobban fáj, megsért engem. Ideges, fölidegesítik a pasik, rajtam tölti ki, én magamra veszem, fél évig nem beszélünk. De szeretjük egymást, legjobb barátok vagyunk. Mivel tud megsérteni? Hát legutóbb azt mondta, hogy én vagyok az egyetlen való világ győztes, aki a legnagyobb lúzer, aki a nem is magának köszönheti a nyereményt, mert hogyha ő nem lett volna, akkor meg se nyertem volna. Ja, hogy miatta nyerted meg? Tehát miatta nyertem meg, és akkor ilyeneken engem nagyon-nagyon-nagyon fölidegesít, és akkor, de utána kibékülünk, és rájövünk arra, hogy valójában valami fölidegesített őt, és csak rajtam vezette le. A barátságon túl volt köztetek valami, valaha? Soha semmi. Szerelmes voltam belé. Tehát igen, a villában én nagyon szerelmes volt. Csak nálam ez úgy működik, hogy akibe beleszeretek, akibe szerelmes vagyok, azzal nem fekszek le, nem létesítek szexuális kapcsolatot. Ez egy érdekes dolog. Viszont miért akivel nem pedig... pont azzal kell? Vagy nem az? Olyan nagy érzelem van olyankor bennem, hogy én akkor nem akarom, olyankor nem akarom méltatlan kiszolgáltatott helyzetbe hozni. Kiszolgáltatott helyzetbe hozni. Nem akarom magam alá rendelni.
terelni. Tehát olyankor szeretjük. Inkább egy tiszteletben tartjuk. 47 éves magyar tanárt, akiben nem vagy szerelmes, viszont nem hallhat szóljon. Hát ott a bujaság. Tehát ő is elmondom, ez ahogy most mondtam, elfojtott vágyakkal rendelkezik, minden nap bemegy az órára, ott vannak a diákok, hát minden ott azért ítelik az élete, 3-4-5 év eltelik úgy, hogy hozzá se érnek, és akkor találkozik egy ilyen poszttal, hát mindjárt már a libidója fölmegy, hát ugye. És hát ott tudjuk a 22. éjestét, hogy kellemesen telt. Igen. Oleg, hát elrohant ez az egy óra, én nagyon-nagyon örülök, hogy itt voltál, de tényleg én éreztem, hogy téged meg kell hívni. Aki nem érti a te jelenségedet, és aki nem ért téged, az alapjában azt gondolom, hogy magára kell, hogy vessen, mert rajtad szórakozni kell, nevetni kell, nem megfejteni, meg mögéd látni, meg nem is tudom ellensége hozzá, de szerintem nagyon szórakoztató figurája vagy az hazai bulvárnak. Én igen, rögtem ennyit. És azért annál kitartanék, hogy tényleg van színvonalas bulvár. Tehát aki azt mondja, hogy nincs, az vagy hazudik, vagy hülye. Van színvonalas bulvár. Szerintem mi itt most azt csináltuk. Ezt mi most színvonalas bulvár. És hogyha ezt valaki objektíven, szakmailag megnézi, szerintem ő ezt elfogadja. Mert miért ne? Tehát van a nem színvonalas bulvár, és van a színvonalas. Szerintem ez az. Oleg, hát lehet, hogy hívunk még. Teljen el egy kis idő, posztolj néhányat, megnézzük, mi történik, és akkor hívunk. Nagyon szívesen szólnék hozzá témákhoz. Például amikor reggelti beszélgettek erről arról, én szívesen, hogy néha szívesen hozzászólnék, mert olyan témákat hallok, amikről itt beszéltek, hogy írjál rá SMS. Bali, hallgatlak, figyelj, egy mondatom lenne. Meg fogunk csörgetni. Most már számomat tudod, hát én hívtalak a saját számomra. Biztos, hogy egy szempont lenne. Igen. Lásd a terepjárosok, gyúrosok. Nagyon szeretem a BMW-s Mercedes érvelésedet. Nagyon szerettem. Meg a másik az tényleg a lányok. Tehát miért a BMW? Tehát a lányoknak miért a BMW? Miért nem egy Audi? Miért nem egy Merci? Azok is luxus autók. De nem olyanok. A legjobb csajok BMW-kben. De miért? De miért a BMW? Valaki ezt mondja meg nekem, miért a BMW? Amikor az nem is annyira luxus. Kívülről a BMW-k jók, de belül nem. A Merci az, ami kívül is belül is jó. Miért nem abba ül? Alek, hát tudok intézni egy márka nagyköveti pozíciót. Benne vagyok. A Dacia-nál. Benne vagyok. Hívunk majd még. Jó, vigyázz magadra. Tényleg nagyon vigyázz magadra. Alekosznak köszönjük szépen. Csáó. Köszi, Alek. 9 óra van pontosan. És még egy SMS, alig várom, hogy visszahallgathassam az egész Alekoszos részt. Nem szeretem ezt a fazont, de most nagyon jókat nevetek. Hatalmas, látjátok? Hát így változik meg az előítélet. 9 óra pontosan jövünk mindjárt a hírek után. 9 óra után vagyunk, 13 perccel. Alekosz elhagyta a stúdiót. Nagyon szeretem. Na, és már kint fűzi a recepciós lányt, ahogy kell, ahogy kell. Látjátok, ez van, amikor anyu és apu testvérek. Egyébként szórakoztató volt, Alek, imádtam. Nagyon sokáig vívottam, hogy hallgassam el a műsort, írja egy másik hallgató. Erősen viaskodtam magammal, írja M nekünk. Míg Alekhoz nyilatkozik, kellemesen csalódtam. Zseniális volt. Na, hát ezért a műsorért is felterjesztelek benneteket a Magyar Köztársaság kormánya szólásszabadság aranyfokozatára. Köszönjük szépen, pedig nem szerettem Alekhoz, de ez nagyon jó volt. Figyeljetek, így van, nyilván mindenkiben van előítélet, de bízatok meg bennünk annyira, hogyha valakit meghívunk, nyilván mi is nyúlunk azért mellé, meg nem mindig van igazunk, de pontosan tudjuk, hogy kiben van benne az, hogy szórakoztató lehet, meg szerethető. És Alek azért az, hogy az ember képes félretenni az egyébként számomra kicsit érthetetlen előítéleteket, tehát miért vált ki néhány emberből ilyen erős érzelmet és utálatot valaki, valószínűleg nem értik magát a jelenséget. Mint Alekosz jelenség. Tehát csak akkor tudsz nem tudom, elkapcsolni, vagy ilyen felháborodott hangvételű SMS-eket írni, mint hogy tették néhányan, de hogy közben a nagy többség meg egészen értette az ő humorát, és szerette. És szerintem érte lehetne, hát ha ott van a bulvárban, naponta látott, hallott posztol, rengetegen megosztják, és 22-én egy 47 éves magyar tanárnővel randizik. És azóta is tartalom. És ezt így, ahogy már elmondja, hát miért ne lehetne. Az ember hajlamos saját magát egy kicsit mások fölé helyezni, szánalmas, meg nem nekem való, meg jaj, milyen élet, meg jaj, milyen ember. Miről szól az, hogy lenyomom magamat, meg fölhelyezem. Én sokkal fontosabb, meg értékesebb vagyok, ide valaki ostoba, egy szánalmas ember. Szerintem nem így van. Mint jelenség érdekes, a szókincs egyébként zseniális, az, hogy van valami kicsi stikli, persze, hogy van. Kinél nincs, de lehet, hogy Aleknál egy kicsit nagyobb. De amíg nem árt senkinek, és valójában szórakoztató is röhögsz rajta, addig meg nincs vele baj. De egyén ízlés kérdése, persze, akkor sincs semmi baj, ha valaki úgy érzi, hogy nem tudta megszeretni. Számomra még szórakoztatóbb volt, mint gondoltam. Pedig azért eltöltöttem vele fél évet. Bizony. Ben volt a villában, ismerem azóta is rendesen. De hogy én nagyon szeretem, főleg amikor így face-to-face az ember úgy mond ki dolgokat, ami nyilván karikírozás, meg egyfajta jelenség karikírozása. Hát azért ezt mi persze, sokszor csináljuk. Sarkítás a BMW-sek és a mercedeseknek, az ő megnyilatkozásai bizonyos jelenségekkel kapcsolatban, de nagyon gyorsan választ kapsz tőle minden kérdésre. Igen. Nem feltétlenül humoros írva, aki inkább őszinte, ami a mai világban egyébként fáj mindenkinek. Nem a humora kellene kiegyezni ezt a dolgot, hanem arra, hogy egy jelenség. Tehát, hogy mindenképpen egy egyedi jelenség ennek a magyar bulvár életnek.
és sokakkal ellentétben azért, hát hogy is mondjam csak, tehát hogy így, na. Írd le, János, és akkor felolvasom, vagy nem tudom, mit akarsz mondani. Ja, semmit, egyszerűen csak az, hogy egyedi. Szerintem nem humoros. Ja. Egyébként. Hogy nem humoros? Nem tartom humorosnak. Szerintem ő egy kifejezetten ilyen egy. Én nagyon sokat röhögtem. Én régen röhögtem ennyit. Tehát, hogy valahogy nekem meg én tudok rajta röhögni. Tehát, hogy igen, azt éreztem, hogy te kicsit úgy elcsendesedtél, vagy úgy háttérbe vonultál, de hogy... Én tudok rá, te lehet, ez figyeltem, mert nekem ő mindenképpen jelenség. Tehát, hogy ilyen test közelből látni, hallani őt, az számomra most ez egy újdonság volt, mert ahogy elmondtad, egy fél éve töltöttetek együtt idézőjelbe, amikor vezetted a műsort, ő pedig benn volt a villában, nekem ez volt, ez most egy nagy találkozás. A mai nap találkozás volt nekem. Igen, szóval aki pedig érti a humorunkat, meg érti a műsor szemléletét, hangulatát, gondolkodását, ez nem jelenség, ez nem humor, ez álintellektuális, álválasztékos színjáték, nem bántó, nem veszélyes, de irritáló. Ezért Ricsi kövesse az utatokat. Pedig szóval leginkább azon törzs hallgatónk közé tartozik, aki megértő velünk, és szinte minden vendégnek örül, minden témának örül, ugye vannak a kritikusabb hallgatóink, de még ő sem tudott ebben úgy azért mellénk állni. Nem beszél feltétlen hülyeséget, írja egy másik hallgató. Kim Jong-un is egy jelenség, de azért na. Igen. Na, és hát egy örök témával zárjuk akkor a ma reggelt, ugye, mert hogy megint nagyon szórakoztató hírt olvastunk. MÁV, ugye mi sokat foglalkozunk a MÁV-val. Igen, szóval, tegnap is foglalkoztunk a MÁV-val, és üdvözöltük a 200-zal menő villanyvasutakat. Reméljük, hogy minél több olyan szakasz lesz, ahol tud 200-zal menni a vasút majd. Nagyon sok új szakaszt adtak át, azért ezt mindig tegyük hozzá, hogyha valami jó dolog történik, azt is mondjuk el. De hát azért azon mindig fölrög az ember, amikor azt olvasod, hogy valamilyen mozdonyvezetőnek, vagy valamelyik mozdonyvezetőnek lejár ugye a munkaideje. És elülül a masinista, hátul meg a laposai palacsinta mondással, ő azt mondja, oké, végeztem. Itt a vége. 3:02. Így van. Nyílt pálya, nem nyílt pálya, állomás, nem állomás. És már fogja magát, ráhúztam. Vác-Budapest vonalon, megállítja a vonatot. És egyébként törvényileg nem mehet tovább. Hát a szabály a szabály. Ugye? Tehát a szabály a szabály, és azért ez egy fura dolog, hogy még csak nem is követel semmilyen szabályszegést. És megnézel egy fotót, és azt mondod, hogy ez egy Kusturica film, emberek tétlenül bolyonganak a Vác-Budapest vonalon. S70-es vonat, szerda reggel út közben lejárt a menetideje. Rákospalota Újpest állomáson, legalább bement egy állomáson. Igen, megállt, még úgy nem kinyit a nyílt pályán. És fogta volt magát. Egyébként már nyílt pályás megállás is volt egyébként a múlt évben. Há, hogyne, persze volt, amikor valaki Csomádon állította le vonatot, lejárt a 12 órás műszakja, meg kellett várniuk, míg a helyszínre él a másik mozdonyvezető, és egy csomó úgy döntött, hogy leszállnak a vonatot, és elkezdtek bandukolni. És itt is azt látod, hogy emberek be kell érni az iskolába, oltába, alternatív megoldásként telefonálva próbálnak rájönni, hogy hogyan tovább, milyen busz közlekedik erre, mivel tudnak tovább menni. De pont hát a nyári eset miatt gondolnád azt, hogy ezt megoldották. Fognak rá figyelni, érted? Mert ott az tényleg katasztrófa volt, kint két település között állt meg a vonat. Figyelj, normál esetben kellene lennie egy váltás mozdonyvezetőnek, aki szépen gyorsan egy forró átadás átvétel keretében átveszi a mozdonyt és viszi tovább. Milyen jó lenne ott lenned? Ez sokkal egyszerűbb. Hát tudom, hogy 10 órája vagyok munkában. Majd elvállalok még egy vonatot. Azt tudom, hogy az mondjuk megy 3 óráig. Tehát már ő meg mondjuk felszállt. Az, hogy ez nem szabadon választott, szerintem náluk ez az elvállalás, hanem ez a kicsit így vagy viszed a vonatot, vagy nincs, aki vigye. Na de értem, de tudni tudja a MÁV, amikor beosztják. Valaki beosztja őket, azt mondja, gyere Józsi, 10 óra. Vagy 11 óra. Te elválasz úgy egy szerevén, vagy átülsz egy másikra, hogy neked ott közben kiszámolt, hogy lejár a munkaidőd. Nem vezethetsz 12 óra előtt. Ha késik a vonat egy órát. Ha késés van, hát de ő az addig más. Nem vezetett, haló. Az nem esik be a munkaidejébe. Ja, hogy belecsúszott a késéssel. Aha. Na. Tehát akkor az összes olyan, aki elbaktatott a sim mellett, az valójában az állomáson járt volna neki, vagy a végállomáson, csak a csúszás miatt nyílt pályán ott hagyta a vonatot. Igen, csak ugye az nem állja meg a helyét, hogy addig ő nem dolgozott, meg is rájön az alatt, amíg kint veszteg a nyílt pályán, menjen, vásároljon be, vagy intézel az ügyes vagy dolgait. Vagy itt így van, és aztán csak azt számít is, de amikor megy a vonat. Hát nem. Borzasztóan frusztráló lehet, mikor tényleg, mikor egy taxiból kiszáll a taxisofőr és ott hagy, de borzasztóan frusztráló lehet, látod, hogy a csávó mászik le, egy integetéssel fogja a kis táskáját. Jó pihenés önöknek is, lejárt a műszakom, addig nem találkozunk. Jó reggelt, jó estét, és kellemes délután. És látod, hogy elsétált. Képzeld el ugyanezt az idegsebészet.
hopp. Szike kiesik a kezedből, érted, tapok kiesik, az érfogó kiesik a kezedből, nekünk lejárta a munkaidőnk, szevasztok. Nagyon, amikor fél nyolckor ott ülsz a gyerekkel, a gyerek azon szorong, hogy be kéne érni, nem? 3-4-8-kor, 8-kor fölkészüljön a matek dogára, azért az demoralizáló. Látod a csávot, hogy nagyon nagy, óriás léptekkel sétál el a sim mellett. Hogy ugye... neki lejárt a munkaidő, hova megy? Haza egyből? Hát igen, ez az, de mi van akkor, hogyha érted, mit tudom, én is 10 órázik, vagy 12 órázik már. Hát akkor ne induljon elő ezzel a vonattal, akkor adjanak egy friss vonatvezetőt. Ha tudod, hogy... Igen, na ez a kérdés, hogy ha tudod, hogy lejár, kiszámolod. Ha felénél lefogja, akkor csak... ő már ne induljon el. Persze. Akkor azt írják jóvá neki, hogy van még másfél órája, majd holnap levezet. Igen, csak amikor neki futott, akkor valószínűleg nem volt belekalkulálva az, hogy nyilván bele kellett volna kalkulálni, mert hogy egyébként, ha márról beszélünk, de hogy akkor egy másfél-két órákat fogsz késni. Itt van velünk Lopper Dani, a MÁV szóvivője. Hello Dani, jó reggel, csáó! Jó reggel! Mindig akkor hívunk, ha ilyen hír vagy, de megígérjük, hogy egy mondattal elmondhatsz majd jó híreket is. De tegnap dicsőtünk mindeneket. Az utolsó mondatban szerintem, az utolsó pár percben beszéltetek szerintem a fontos részéről, hogy itt volt egy 20 perces késés, és a mozdonyvezetőnek ez nem volt beleszámolva a szolgálatába. De itt... azt gondolom, hogy itt egy szabályozási probléma van, tehát a hozzávezető szerintem teljesen helyesen járt el. Hát ő nem tud más tenni. A munkatörvénykönyv mondja ki azt, hogy maximum 12 órát lehetnek szolgálatban. Ugye ilyen 12 órás szolgálat a MÁV-nál nagyon ritkán van, egyáltalán nem véletlenül, és én tegnap ennek utána kérdeztem, összesen 4 olyan mozdonyvezető van naponta, aki 12 órás szolgálatot visz. Látszik ebből az esetből, hogy ezzel milyen nagy gond van, és teljesen egyetértek, hogy abszurd, és nem szabad ilyennek előfordulnia. Ugye ahhoz, hogy érteni lehessen, hogy mi a probléma, szerintem beszélni kell arról, hogy mi lett volna akkor, hogyha ez a mozdonyvezető mondjuk 10 órás szolgálatban van, és ugyanúgy a 10 órás szolgálati ideje lejár Rákospalota Újpest állomáson, nem történt volna semmi, mert akkor gyakorlatilag átmegy túlórába, 10 perc alatt beérkezik a nyugati pályaudvarra, és senki nem vesz észre semmilyen problémát. A gond itt az volt, hogy mivel a 12 órás szolgálati ideje járt le, és a munkatörvényként 12 óránál többet nem engedélyez, így ő nem tehetett mást. Én tegnap a Startnak a vezetőivel beszéltem, átnéztük ezt a problémát, én először találkozom ilyen gonddal, és az volt a döntés, hogy amikor ezeket a szolgálati beosztásokat megteszik, akkor azt úgy kell megtenniük, hogyha nincs más mód, akkor úgy, hogy a szolgálati idő nem lehet 12 óra, rövidebbnek kell lennie, de úgy kell ezeket betervezniük, hogy ilyen esetek nem fordulhatnak elő. Most azért nem az első, hogy leszáll és elbaktat, és akkor ott látod a pánikoló utasokat, akik bokláztak ott a nyílt pályán, vagy éppen a gyállomáson. Hát azért ez, nem is értem, hogy a késés miért nincs bekalkulálva, vagy miért nincs egy kicsi ráhúzva, vagy oké, 8 óra, de tudjuk, hogy abból lesz 9-10, és akkor már úgy számolunk, hogy már ne indulj el, igen. Ebben a történetben van tartalékmozdonyvezető, aki elindult, későn szóltak neki, szerintem. Hát jó, már. De az egy rossz irány, hogyha most azt mondjuk, hogy a mozdonyvezető miért nem szólt előbb, mert én azt gondolom, hogy a mozdonyvezetőnek a jelzőfényeket kell vizsgálnia, és nem feltétlenül az óráját kell néznie, hogy mikor jár le a szolgálata. Egyszerűen az ilyen jellegű rossz szabályokat ki kell vezetni a rendszerből. Eleve szerintem az nem egy jó irány, ha a MÁV azt mondja, hogy nekünk vannak rossz szabályaink, kedves munkavállalók. Egyrészt tartsátok be ezeket, teljesítsetek 100%-on, de egyébként a rossz szabályokból adódó következményekre is legyetek szívesek felhívni a figyelmünket, mert egyébként abból ilyen esetek következnek. Ezt szerintem nem várhatjuk el tőlük, a szabályokon változtatni kell, hogy ilyen eset elő se fordulhasson. És a másik mozdonyvezető meg elkésett. Hozta a formát. Tehát nem hozta, nem elkésett, ott későn szóltak, igen, és ebből és így már nem tudott kimenni. Ugye, amikor ez a mozdony megállt Rákospalota Újpest állomáson, erre rá körülbelül 17 percre jött egy másik szerelvény, az elvitte az utasok egy részét, az utasok másik része pedig ugye a 14-es villamossal metró kapcsolattal tudott tovább utazni. Na most mi történt volna, ha még beviszi a nem tudom keletiig ezt a vonatot, ami én onnan 10 gondolom, perc. Nem gondolom, hogy hát nem véletlenül szabályozzák 12 órában a munkatörvénykönyvben pont a mozdonyvezetők szolgálati idejét, ugye egy jegyvizsgálónak
több órát tud szolgálatban lenni. 500 itt nem az a baj, hogy beviszi, ha történik valami közben, és akkor viszont le is csukják. Mert ugye én azt gondolom, hogy igen, teljes mértékben elvárható és felelősség teljes ilyenkor az, hogy ő befejezi a szolgálatot. Igen. Nyilván a szabályok betartása vasútnál, veszélyes üzemben az elsődleges fontos. Igen, meg írja egy hallgató, hogy be akarták kalkulálni a késést, csak késett maga a kalkuláció is. Igen. Lassan számoltak. Igen, ez jó poén volt. Ezt meg kellett olvasnom, hogy ne haragudj, ez szellemes volt. Figyelj, 200-al menő mozdonyok tényleg? Hát azért az na. Azt kell, hogy mondjam, azért beszéljük a pozitívokról is. Hogy... Szerintem egyébként logikailag egyszerű, hogyha pályákat építünk, akkor egy mondjuk egy 120 kilométeres pályát fejleszteni 160 kilométerre vagy 200-re meg lehet tenni. Nyilván mozdonyok esetében fordítva nem, ezeket nem lehet csak úgy felturbózni vagy feltuningolni. Egy mozdonyvásárlásnál a cégnek 30 vagy 40 évre előre kell tekintettel lennie, amikor ezek a mozdonyok megérkeznek, még 2045-ben, 2050-es években is szolgálni fognak. Természetesen számolni kell azzal, hogy van most olyan szakaszunk, ahol bírja a sína 200-at? Tehát most Magyarországon bárhol nincs. Nincs. 160 km per órából van 100 km-nyi szakasz, illetve van 300 km, ahol a pálya bírja, a pálya viszonyok bírják, de egy vonatbefolyásoló rendszernek a telepítéséhez szükség van még, hogy egyébként lehessen 160 km per órával menni. Ez a 300 km-nyi szakasz részenként két éven belül fog megnyílni. A 200 km per órára egyébként azért van szükség, ugyanis Ausztriába vagy Németországba mennek nemzetközi járatok, ilyen nő a nemzetközi... kiszorulnánk a versenyből, tehát ha nem 200-as... hát nemzetközi vonalakon természetesen egyébként májustól már egy magántárság is fog szolgáltatni Budapest és Bécs viszonylatban, tehát erre a versenyre is föl kell készülnünk, és a távlatokban erre is figyelnünk kell. Uh-huh. Igen, hát az mindenképpen jó, hogy a határtól gyorsan tudunk menni, meg hát ha lesznek olyan sínek, ha van egy 100 km, vagy legalább 160-nal. Igen, nyilván nem tudjuk, hogy nem azért megy 40-nel, mert a mozdony nem bírna többet, hanem egyszerűen sokszor a sínek állapota. Na jó, de azért ez biztató, hogy akkor itt lesznek. Ezek villanymozdonyok, ugye? Tehát ezek villanymozdonyok. Igen, ezek mind villanymozdonyok, úgy számolunk, hogy ezzel nagyon sokat meg lehet takarítani, évente körülbelül 4 milliárd forint karbantartás, illetve a villanyárából, amit meg lehet velük takarítani. Ezek mellett ugye, amióta utoljára beszéltünk, még 20 darab emeletes motorvonatra kaptunk támogatást, tehát összesen 40 motorvonat fog tudni érkezni az elővárosi forgalomban, hiszen nyilván ez a kérdés is kicsit úgy jött föl, hogy késés történt egy vonalon, ezek az emeletes motorvonatok ezeket a késéseket jobban ki fogják tudni egyenlíteni, tehát rövidebb fordulóidejük van, gyorsabb utascseréjük van, jobban menetdinamikájuk, jobban gyorsulnak, jobban lassulnak. Tehát például egy ilyen 19 perces késést azért jelentősen tudtak volna csökkenteni. Valamint ugye, ami még az elmúlt hetekben történt, és ami pozitív hír, hogy a Magyarországon történő Intercity gyártásra kaptunk további forrásokat, tehát most 50 további Intercity kocsit tudunk Szolnokon a Mávstart gyártásában véghez vinni. Ezek komoly fejlesztések. És azért tett nagyon jó iránymutató. És három bakterázba vetetek vízforralót. Az is fontos. És kettő hősugárzott, hogy legyen mivel sugarazni a váltót, amikor elfagy. Megy a csáp hosszabbítóval. A mozdonyok esetében ugye fontos, hogy ezeknek a már a vezető állása is légkondicionált. Tehát nyilván a munkaerő megtartásban is. Hallod, amit mondok? Hallod, az tökéletes, hogy tolod. Tolod, ez feladata. Igen. Dani robotpilotára jutottam magad. Igen. És akkor még azt szeretném elmondani, hogy a bakterázó, ne felejtsük el a vízforralót, és akkor azt akartam még elmondani, hogy ami nagyon fontos, hogy a légkondíciáról berendezünk. Dani, nem egy egyszerű élet. Nem, köszönjük szépen. Megértünk, és köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állsz. Jó munkát nektek, ciao. Köszönjük szépen. Szia. Nincs más, velünk beszélsz, ott robot pilotára. Igen, nagyon jó srác, mert megy, tolja. És mindig, bármikor hívjuk, nyilatkozik. Persze a pozitívumok fontos, csak meg akarom érteni, hogy amikor látod az utasokat menni, hogy valójában nem egy csomó jelenséget nem értek, de akkor értem, hogy lejár a vezetési idő. Mi történik, hogy történik, csúszik a váltás, és effektíve ez van abból, hogy 3-4-8-kor emberek botladoznak át sineken, és mennek, keresik párikszerűen a buszt. Érted, hogy megérsz, hogy mi van a jelenség mögött, ez miért történik meg? De legalább elismeri, hogy rosszul van ez szabályozó, vagy kitalálva.
Hát ez inkább vettünk, sehogy szerint, csak egy kicsit. Vettünk 10-15 tengerjáról, de ez a Szahara már nem. Igen. 200 embernek a vonatok. És van olyan simpán, ahol tudunk már kezdeni? Most egyelőre nincs, de hát na. Jó. De fontos a külföldi verseny, tehát ahogy átléped a határt, ott viszont akkor gyorsan ott vagy, nem tudom, Bécsben. Vagy Berlinben, amely attól függ, hogy hol mennek a vonatok. Megvettük a medvecsapdákat, de ezek mókusok. Na, egyszer majd megvettük. Többet tudunk egyszer elfogni vele. Igen, és egyszer megnőnek. Ha, kis mókusok, nagy medvék lettek. Jövő mindjárt lehet jelentkezni a játékunkra, itt vagyunk a hírek. 3-10 lesz, 7 perc, itt van a rádió, játékosunk, nem tudok már beszélni. Hello Rita, jó reggel, ciao. Sziasztok! Hello! Szabadnapos vagy ma? Hát ilyen jó dolgod van, hogy te szabadnapos igen, vagy? Igen, hát nektek is van szabadság, nem? Igazad van. Bocsánat, nem mostanoztunk, ne haragudj! Kötekedni akartam, csak gondoltam, hogy felveszünk a beszélgetés vonalát, gondolom, rákérdezek, hogy mit csinálsz ma szabadnap. Mivel foglalkozol? Keresőembe dolgozok, cipőt árulok. Cipőt árulsz? Uh-huh. Igen. És akkor ugyanúgy heti 2 szabadnap, csak nem mindig hétvége, szombat, vasárnap, hanem valahogy ahogy a heti beosztás az úgy adja. Össze-vissza, igen. Uh-huh. Na jó van. Egyedül játszol, vagy van segítséged? Egyedül játszom. Egyedül játszol. Igen. Oké, van plusz ajándékunk? Így van, 15.000 forint értékű fehérjepor. Sportolsz valamit, Rita? Alektól ugye meghallgattuk, hogy a sport igen. Azért az nem. Itt tehát az nem túl hasznos, nem jó a sport. Bűnözők hobbija. Igen. Sportolok. Mit sportolsz, mit csinálsz? Deep work-re járok. Hogy ez így? Deep work. Deep work. És ez micsoda? Hát ez egy ilyen saját testes edzés, jóga alapú. És igen, mi izmokat dolgoztak meg, ugye? Valami olyasmi? Mindent. Alapvetően. Így van. Deep work. Uh-huh. Vagy ez egy pincehelyiség? Nem. Alaksori edzőterem kiadó. Igen. És jóga? Ez egy jóga forma? Jóga alapú. Joga alapú. Aha. Uh-huh. Nem erőt. Utána lehet nézni, nem értem, hogy milyen. Jó, nem, az első kérdés után utána éreztem, hogy ne nagyon kérdezősködjek. Minek lopjuk itt az időt, hogy beszélgetni akarunk hallgatóval. Jöjjön az első kérdés, mi Románia hivatalos fizetőeszköze? Így szól az első kérdés, hát nem kell fölöslegesen beszélgetni, meg ismerkedni. Románia fizetőeszköze, Rita. Itt vagy? Itt vagyok. És? Csöndben vagy. Elhallgattál. No. Csöndben lettél. Na? Most mi történik? Hát, gondolkodom. Igen? Min? Hogy mi Románia fizetés? Lej, nem tudom. Lej, nagyon jó. Lej. Nem olyan nehéz ez. Lej. Igen. Egy brutó 2 perc alatt azért csak. Húsvét szigetek, melyik óceánban fekszik? Nem lesz ennyi időd? Atlanti. Nem, az pont a másik oldal. A másik oldal. Ez a csendes. Csendes, így van. Mindegy, megvan a plusz ajánlás, tehát azért az jó. Az önnyereménye egy 16.000 forint értékű SciTech Nutrition Whey Protein Professional fehérje. Na, mit szólsz? Na? Köszönöm szépen. Örülsz, hogy ne kérdezek ilyeneket? Persze, hogy örülök, csak szomorú vagyok, hogy nem tudtam. Húsvét szigeteket. Megnézed, szerintem be fog ugrani, hogy hol van, melyik oldalon van. Hát, Oké, most már biztos. Megnéztem a Deep Work órát most a neten, hogy egy helyben futnak, meg emelgetik egymást, meg érdekes. Aha. Az, így van. Nem egyszerű, ki kell próbálni egyszer. Hát, nem a misztó. Úgyhogy nem egy teniszezőnek. Na, most még le is lettem, sajnálom. Nem egy ilyen, ami laktam, valgáló, kicsi elkihezted egy nyápic kis úriskorfűző. És csesz meg az ajándékodat, ez lesz igen. A vége. Igen. Nem, a Janinak javaslom. Janinak. Én már ezen túl igen. Vagyok, csak akkor még nem így hívták. Ja, oké. Igen, mindig feltalálják a semmit. És kap egy új nevet. Na most miért bántod? Hát na most ki az a gyufáját? Majd hajlonganak itt össze-vissza, látom. Kicsit olyan, mint a jóga, igen. Jó az. Jó az. Hát amit az ember szeret, persze. A sport a lényeg, a mozgás. Puszi Rita, kivé alatt. Sziasztok, köszönöm. Hello. Na mutatjuk, hogy milyen foglalkoztunk. Ma reggel felhívtuk egy Ricsit, aki harcol a közszelletesekkel. Ricsit megbüntették a közszelletesek. Lesz átfedés a bestopban Alekosz és Ricsi között, tehát hasonló azért. Kettőjük temperamentuma. Szóval Ricsi harcol a közszelletesekkel, mert hogy kiszúrta, hogy miközben őt büntetik, a közben ugye, hát valójában a közszelletesek rossz helyen állnak. Így van. És hát aki Ricsivel kezd ki, az igazából a rendszerrel kezd ki. Az mindenkivel Ricsi, kezd. Nem a saját adta vétségét magát. Elismeri,
És azt mondja, hogy semmi gond nincs, ő befizeti. Na, de nézzük meg a másik oldalt is. Ricsi on board felkiáltással akcióba helyezte magát, szolgálatba helyezte magát, és feljelentette a közterületeseket, akik ellen intézkedtek. Elmesélte nekünk, hogy ez hogy történt pontosan. Valami meghívtuk Alekoszt, hát és innentől kezdve nem is kell nagyon más mondani. Alekoszt szórakoztató, hát és tulajdonképpen tényleg ő a bulvár motorja, legalábbis itthon mindenféleképpen. Meghívtuk, mi sem sejtettük pontosan, hogy merre megy majd a beszélgetés, de azt gondoljuk, hogy egy nagyon jó hangulatú kis csevéletből, és aki ismeri Alekoszt, mint jelenség, esetleg szereti, az szerintem remekül szórakozott. A Alekoszt meglehetősen éles, de nagyon tiszta igen. gondolkodásán, hogy milyen sarkosan látő dolgokat. És ezt mondja is. Ebből nem csinál titkot. És nagyon jó paszban volt. Ezt egyébként többször el is mondta magának, miközben nem állt ott mellette senki. Jó paszban vagyok. És jó hírünk van, jön még. Nagyon szeretem. Nagyon szeretem. Na jönnek a nap legjobb pillanatai. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en. 10 fontos csekket kaptam. Mondtam nekik, hogy 2 percre álltam meg, de ők mondták, hogy ez a szabály, fogadjam el ki. Hát el is fogadtam, de közben észrevettem, hogy megálltak a mozgássérült parkóhelyen. 3 ember volt ott, volt egy sofőr, ő az autóba ült, 2 meg bírságoltak engem. Megkérdeztem tőlük, hogy ők mit keresnek ott. Azt mondták, hogy én ezzel ne foglalkozzak. Ha bent marad valaki az autóban, akkor ők ott megállhatnak. Gyorsan azért lefényképeztem őket, hogy... Biztos, ami biztos. Biztos. Ők téged fotóztat, te őket fotóztat. Ez egy szórakozható jelenet lehetett. Így van, és akkor nekem motoszkált a fejembe, hogy ez csak nem lehet így, ahogy ők mondták. Felhívtam a közterületfelügyeletet, és megkérdeztem tőlük, hogy van-e tényleg olyan szabály, hogyha én beállok a mozgássérült parkóba, bent maradok az autóban, akkor az szabályos. Mindenki egyöntetűen mondta, hogy nem lehet ott megállni, ha bent maradok az autóban sem. Felhívtam több rendőrséget, és ők is ugyanezt mondták. És most kinél jelentetted föl a rossz helyen parkoló közszereteseket? Náluk? Maguknál? Uraim, írják a saját maguknak a feljelentés. Mit csinál? Rendőrt hívtál nem, elő? Fényképpel bementem a rendőrségre. Büntetőeljárás kereteiben jelentettem őket fel, hogy ők visszaértek a közfeladati hatáskörükkel. Ugye, benned ebben a rajtuk egyenruha van. Igen? Ugye, mivel ők rajtuk egyenruha van, ő rajtuk, nem ugyanaz a szabály vonatkozik rájuk, mind én rám, vagy akárkire. Most jelenleg ott tart, hogy senki se tudja, hogy milyen szabály vonatkozik ide. Egy szakértő nyilatkozott az újságnak, öt perc. Öt perc. Így van, van egy 5 perc belül, ha elhagyja a helyszínt, akkor odállhat tényleg. Gondolkodtam, járt az agyam, hát mondom, ezeket az autókat el szokták látni nyomkövetővel. Felhívtam a közterület vezetőjét, és megkért. De szeretném, csak egy nap egyszer ennyi időm lenne. Sajnos év eleje van, ilyenkor nincs annyi munkám, nekem se van időm ilyennel foglalkozni. Igen. Ez a tekjük nekik most, úgyhogy az alapján vissza fogják tudni keresni, hogy azt mondták nekem a rendőrségem, mert visszamentem utána kiegészíteni a feljelentésemet, hogy nézzék meg ezt a nyomkövetőt is, mert lehet, hogy ez nem jutott volna eszébe ő neki, aki ezzel az ügyel majd foglalkozni fog. Igen, mert abból ki fog derülni, hogy hány percet álltak azon a parkolóhelyen. Hány percet állt az autó ott? Egy 15 percet szerintem biztos. Na, rendőrségem már meglátnak, ötnél nem kevesebbet. Ötnél nem kevesebbet, kirakják a zárvatáblát. Közöltem én egyébként velük, hogy ne próbálják védeni őket, mert különben ők is el fogják követni a hivatali hatáskörre való visszaérést. Aha. Úgyhogy és őket is feljelented, hogy így az egész a rendőrséget. Fel fogom jelenteni, így van. A rendőrséget feljelented a rendőrséget, tök igazad. Én levelet küldtem annak a kerületbe, a közterület felügyeletnek a vezetőjének, ahol ez az eset történt, és én levélbe közöltem vele ezeket, hogy ne próbálják meg eltüntetni a nyomokat, mert feljelentem őt is. De te is rossz helyen parkoltál. Igen, tehát így egy kicsit. De én... Én nem is próbálom, te én nem valakit, magamat, aki rossz helyen parkol, aki feljelentett téged, mert rossz helyen parkoltál. Tehát, hogy azért ez... Na, így... én nem magamat akarom mosni, sajnos az egyenruhával olyan dolgokat csinálnak meg, amit ők sem tehetnek meg. A mozgáskorlátozott hely mellett volt egy forgalom elzárt terület, oda is beállhattak volna, az kevésbé akadályozták volna a mozgássérülteket, ha odaállnak. Oda neked, sem parkoltak volna. Svájcban kéne élned, Ricsi, azt gondolom, hogy tiszteletben is svájci állampolgár kell legyen. Gondolom, szomszédai nem nagyon vannak, vagy már mindenki elköltözött, nem? Tehát, hogy hát ő hozzájuk is ki szoktam hívni néha, ha beparkolnak a helyedre. Jézus, annyira ráéreztem erre, aki Ricsivel kezd, az a város. Az nem szimplán egy szaros vödröt, hanem egy szaros hombárt ránt magát. A szomszédodra miért hívtad rá a rendőrt? Miért nyomtad föl őket? Hát a lakók ott névre szóló parkókat meg kellett venni, és néha beparkolnak a helyemre. Hát, és akkor Ricsi, ne hagyd, jó, ez egy háború. Hát azért te figyeltél. Birtok háborítás ez. Heti rovatot Ricsinek. Így van, Ricsi, veled vagyunk. Ez a kis ember harca. Vívd meg a harcunkat, Ricsi. Sziasztok, ez csütörtök, és a Ricsi jelent rovatunk.
Bicsikém, bármi történik veled, az e-mail címünket tudod, írjál. Szerettem volna hozzászólni SMS-ben, de nem merek, mert feljelent törőjétek a számom, nehogy kinyomozza. Figyelek, úgyhogy óvatosan mindenki. Mi lett a poszt eredménye? Hogy zárult? Jelentkeztek? Meg nem értett luxustíjat. Jöttek a luxustíjat. Egy 47 éves magyar tanárnő gondolta úgy, hogy érdekli ez a dolog, és ő vállalta be. Ő meglátta a posztban az intellektust, az intelligenciát, ő mögé látott a humornak. Mert ugye magyar tanár, tehát neki tetszettek a szavak, tetszettek a mondatfűzések, az összetét, de meg tudja állapítani tanár. És ő ezt nekem elmondta, hogy őt nem az ajándékok, nem az Adidas melegi, nem a parfüm érdekli. De megkapta? Nem kapta meg, mert ő mondta, hogy ezek őt nem érdekli. Én érdekeltem. Én megkaptam őt, ő is megkapott engem. És átjött karácsonykor 25-26, két ünnep között. 22-én már volt egy randevú. Illetve 25-én is. Ja, csodálatos volt. A csajokat? Van egy fix helyed, ahol randizol, vagy lenyomozod, hogy mit szeret? Nem, én nálam szeretek. Nálam. Milyen lényegre törő? Kit érdekel a Margit sziget? Figyelj, nálam abból a pohárból iszunk, amilyenekből én szeretek, annyit, amennyit én szeretek, olyan zenét hallgatunk, amilyet én meg a lány szeret, nem feszélyez senki, nem zavar senki, nem kell autogramokat osztogatni, nem fotóznak, újságírók nem vadásznak, teljesen nyugodt körülmények egyébként között tudunk egymásra koncentrálni. Vagy ez csak a te paranoiát, hogy vadásznak? Valóban vadásznak? Nem üldöznek annyira, mint a királyi párt, de azért, ha valahol meglátnak, akkor mindig oda jönnek. És akkor bejön egy 47 éves magyar tanárnő, leveszi a kabátját, lesegített, felakasztod, fölraksz egy kis, nem tudom, Beatles-t, vagy nem tudom, mit hallgattok, és akkor elindul egy beszélgetés? A szexualitás tetszett neki, ugyanis ő azt vélte felfedezni ebben a posztban, hogy az egész a szexualitásról szól, és hát egy magyar tanár, mint általában, elfojtott szexuális vágyakkal rendelkezik. Őt beindította ez, mert ő neki lejött az, hogy itt nem az igazit keressük, hiszen azt én már megtaláltam. Nem, hát ez a poszt nem arról szólt. Itt konkrétan esztétikailag kellemes hölgyekkel szeretne Alekosz érintkezni, és ő ezt vette, és működött. Odaadta magát, mert ő is vágyott erre. Odaadta magát. Ő is vágyott erre. De nem alsógatyában vártad? Tehát nem alsóban voltál? De, hogy nem. Is, ingben, nyakkendőben, mert egy magyar történelem tanár, tehát miben mégis. Egyébként írtak, nagyon sok levelet kaptam, legalább 1000 levelet. Még most sincsen nagyon sok megnyitva, mert annyi van, nem fogy el. Tehát a szépség dönt. Egy szép lány az mindig rosszul választ, és mindig rosszul dönt. Miért kell neked iPhone meg melegítőt ajánlani? Nem gondolod, hogy tudnád csinálni, hogy nem ajánlasz semmit, nem? Vagy, mert nekem ez úgy tűnt, hogy oké, keresek csaj, de azért jöjjön a csaj, és tudja, hogy kap valamit. Vagy elég? Vagy az nem elég, hogy te mint Alekosz? Nem. Ez a humorról szólt, ez a mérhetetlen cinizmusról és a mérhetetlen iróniáról szólt. Arról szólt, hát azért közben ezzel csajoztál, szóval az mondjuk, igen, hogy irónia, de azért aztán... Igen, ezt nem. A múltkor ezt nagyon jól mondhat, hogy ez egy kétélű, tehát két pengéről szól ez. Tehát úgy voltam vele, hogy menjen nagyot a poszt, de hogyha valaki bedől, akkor ám legyen, én is jól járok, mert megkapom. De most miből élsz, Alek? Mit csinálsz? Vannak megkereséseid? Elmész fellépni? Miből teremted meg a szivart, a konyakot? Hát édes élet, való világ nyeremény, abból már ugye fogyott, jött az édes élet, voltak műsorok. Még a való ott világ azért... nyereményedből még hát van, tényleg? Én már nem emlékszem, mennyit nyertél? 12 millió forint. És még meg? Hát milyen takarékos vagy? Jó, hát nyilván az nettóban nagyjából 10 millió forint. Utána jött az édes élet, tehát az Évával majdnem két évig csináltuk, a havi 1 millió forintokért. Ott nagyon sok pénzt föl lehetett halmozni, és én tényleg ezeket megbecsültem, félreraktam, nem nagyon költek. De ez azt jelenti, ezek... hogy most nincs munkád, vagy most nem keresnek, hogyha abból kell élned, akkor ilyen pillanat. Mit csinálsz? Hát a múltkor, amikor valaki betelefonált, vagy beírta, hogy van ez a budaörsi security, tehát ahol én vagyok a portán, ez valós. Ez az állam. Hát úgy nagyjából. Hát jó, hát nyilván de nem. Akkor voltál agyat kivizsgáltatni, hogy azt is posztoltad, volt egy ilyen posztot, hogy hát az a legnagyobb mész, volt. Mit csinálsz? Agyvizsgálat. Agyvizsgálatra mész. Hát ez a legnagyobb. Megtalálták, Alek? Kérlek szépen, nekem mindig meg, én mindig megkapom kommentekben, Alekosz, orvos látott már? Alekosz, menj a pszichiátriára, kár, hogy bezárták az opnit, Alekosz, beteg az agyad. Mit csinált Alekosz? Semmi gond. Menjünk el agyvizsgálatra. Azért, hogy legyen egy kézzel fogható amnezis, egy diagnózis, azért, hogy amikor jön a komment, hogy Alekosz orvos látott már? Igen. Hárman vizsgáltak, elég sokáig vizsgáltak. Nem találták mi? Megállapítottak, hogy morbus tudattal rendelkezel, ez a morbus tudattal. Ez azt jelenti, hogy a paciens nem ismeri föl a saját betegségét. Uh-huh. Tehát nem képes elfogadni, nem képes rájönni. Nem mondom, hogy ez egy téves diagnózis, tehát hogy tudják, hogy beteg vagy, de te nem tudod, hogy beteg vagy. Igen, a paciens nincs tisztában a betegségével. Tehát nem képes fölmérni, fölfogni, elfogadni, és ezt mondták ott nekem. De én nem érzem úgy, hogy beteg volnék. A Rádió Egyen! Már pedig, ha ő nem érzi, hát az ember nem érzi, akkor nem az. Hát akkor vagy beteg, annak érzed magad. Morbus tudat, nem? Megvizsgálta az agyát. Hívjuk a nap hallgatóját. Az egész Alekosz rész fent lesz egyébként
SoundCloudon ennél sokkal durvább dolgokat is mondott még. Hát és a 47 éves magyar tanárnő, aki átlátogatott hozzá 22-én a felhívásra. Hát és nem érdekelték a luxus cikkek, csak a szex. Nagyon jó. A luxus cikkek. Halló. Jó reggelt, Balázsék, hello, ciao, hello. Hát írtál nekünk SMS, csak nem mondtad, hogy Balázsék, ha jó helyen vagyunk. Írtál nekünk? Egy jó párat, igen. Egy jó párat? Hát igen, 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 igen. Hagyja, még voltatok a fülemben, nem számítottam, hogy ti vagytok. Igen, írtad nekünk, ugye Ricsi is benne volt a Best of a Ricsi a rendőrség. Jó napot, feljelentést szeretnénk tenni, milyen ügyben? Még nem tudom, de ha sokáig ilyen flagman néz. Jó, szerettük az SMS-t, nagyon nagy duma. Ricsi veszélyes lehet, ugye ő az, aki felnyomta a közszületeseket. És talán a Best of-ban nem volt benne, de őt már azért megpofozták. Szóval, de Ricsi élettörténetében, életútjában azért ez benne volt, mert felnyomta a szomszédot is. Igen. Hogy hívnak? Nem mondtad a kereszteved. Szilveszter vagyok. Szilveszter, hol hallgatsz minket, merre vagy? Répcelak vonzás közvetébe. Répcelak vonzás közvetébe. Te vagy a napallgatója, tetszett ez a Ricsis SMS, Ricsi valóban ilyen, mint ahogy leírtad ezt nekünk. Hát igen. De ajándék sajnos nincs. Ajándék sajnos nincs, mert hogy te vagy a napallgatója, csak nem mondtad. Nem mondtad, amit nem kell. Baj, a titulus is szuper. Köszi, hogy minket hallgat, vicces volt, amit írtál. Ricsi nem lehet egyszerű tényleg egyébként. Köszi, ciao. Köszönöm, hello. Hello, hello. Szia. Hello, 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 hello. Végre egy méltó megérdemelt naphallgatói SMS. Igen, rosszul választunk? Elkapkodjunk? Sietünk? Nem értem, választunk vicceseket? Ez meg egy hívés kérdése. Szerintem nem. Igen? Mindig elgondolkozom. Attis, háló, jó reggel. Sziasztok, jó reggelt! Hát feltettétek a lécet ma is, tehát hogy nagyon oda kell pakoljam, 10-ből 10-es volt a mai műsor. Igazi mai slágerekből nagyon össze kell kapnom magam, mert még a Ricsi hallgatja a műsort és feljelent, hogy nem igazi mai slágerekből 10. Mi azt mutatjuk meg, ami hazánkban történik. Aztán ezt a hallgató vagy szereti, vagy nem, Alekosz, Ricsi, hát napjaink majd ők tevékenykednek. Ilyen napok voltak. Mi lesz? Úgyhogy lesz itt mindenféle újdonság, Martin Garrix-től, Kygo-tól, rögtön Medúzával kezdek, úgyhogy érdemes hallgatni a Rádió Egyet, az igazi mai slágereket. Kicsit olyan, mint a Loppertani, bármit kérdezel, azt mondja, amit el akar mondani. Nem? Mindig visszafűzök rá. Eltolja a kötelezőt. Loppertanitól bármit kérdez, hogy síre szarunk-e még, vagy mi van, azért vettünk az új villamosnál. Azt is nyomja a Martin Garrix-et és a Medúzát, ahogy kell. Kérdez valamit? És mi újságot is? Milyen napod volt egyébként? Az igazi ma is slágerek mellett, ma is tökéletes napom lesz. Így kell csinálni, így kell csinálni. Igazi elhivatott csávó van. Tőle tanuljanak a szóvivők, hogy hogy kell átvenni a műsort. Maradjatok Attissal a Rádió Egyen, mi jövünk holnap. Szevasztok! Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió Egyen pedig pár perc múlva jönnek az igazi ma is slágerek. És mit mondok? Jó az a műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Reklám.